Bocsánat, bocsánat, elnézést kérek, nem akarom elrontani a bulit, de megjöttem. Bocsánat, bocsánat. Köszöntöm a mélyen tisztelt publikumot, jó nagy tisztelettel, skacok, szervusztok. Nos, hát volt egy párnapos kihagyás, ennek köszönhetően az országos hétfő helyett, ugye most országos szeptember 1 van, amit tudom mindenkinek, hát egy kicsikét, hát ez egy komoly, meghatározó nap mindenki számára. Örülök, hogy nagyon tetszett mindenkinek a zene, nekem is nagyon tetszett, örülök neki, de a bűvés sem fedi fel csak úgy a titkait, úgyhogy én sem fogom felfedni most a titkom, hogy ez a zene honnan, miként, honnan van, miért van, azért mert jó, de hogy így, ez így titok, az a helyzet. Bizony. Ez a tényállás. Őrületes kacok, ez a fogadtatás hihetetlen. Petert a bekezd egy 37. hónappal. Hát ez mi? Mamma mia, gyerekek! Nem szabad ilyeneket csinálni egyből, hát... Nagyon szépen köszönöm Petert a 37. hónapot. Terka, neked az egy évet. Óriási tapsihar mindannyiótoknak, köszönöm szépen, és bazira tiszteltem mindannyiótoknak. Kacok, meséljetek, hogy hogy vagytok, nekem még picikét azért szoktom kell ezt az új közeget. Azért mondom az új közeget, mert ugye most már nem egyedül élek, hanem a túlsó szobában, a pince lejárat mellett, ahol ugye a csajok vannak, mármint a pincébe, ott oda beköltözött öcsém, és hát erről emiatt nem voltam most egy pár napig lényegében, úgyhogy hát ennyi. Próbáltam segítkezni az itt létében, ide költöztetni, és a többi. Hát ennek azért volt egy kellemes torturája igazából, de hát ez már csak ilyen. Úgyhogy emiatt nem voltam, úgyhogy illetve kezdve leszek jó darabig. Úgyhogy nem fogtok menekülni csak úgy, tehát készüljetek arra, hogy orvézésig fognak pörögni itt az élőadások, már azon fogtok töprengeni, hogy hát lehet ezt a csatornát ki kéne követni? Túl sok. Hát nem igaz. Úgyhogy készüljetek nagyon. Ami egyébként ezt a manővert serkentheti, az egész pontosan az, hogy ha letöltitek a Twitch alkalmazást, mert az mindig küld értesítést, és pittyek, irritálóan, hú. Ja, úgyhogy ennyi, kérem szépen. Tapasztaltam. Én emiatt már nem egy csatornát kikövettem itt a Twitch-en, ezért nem követek egy csatornát sem. Úgyhogy nekem ez az egyszerű módja annak, hogy az értesítéseket lenémítom egy kikövetéssel. Megoldom, akit nagyon esetleg nézni akarnék, két évente egyszer, akkor hát megteszem követés nélkül, úgyhogy ennyi igazából. Na, de nem is értem most, hogyan lyukadtunk idáig. Próbálom valahogy oldani a kezdeti feszültséget. Kacok, óriási elfegyezések lesznek. Nagyon vártam már ezt a pillanatot, hogy ismét tudjuk élvezni a játékot. Na de azért itt van egy nagyon fontos dolog az F1 Managerrel kapcsolatban, mert hogy érkezett egy új patch. Érkezett egy új patch, melyet miután elolvastam, mérges lettem. De egyben örültem neki, mert a patch az patch. Tehát alapvetően nem javítottak rossz dolgokat. De hogy ez hogy sikerült valójában, azt még nem tudjuk. Nem tudom, legalábbis én személy szerint nem tapasztaltam meg a saját bőrömön. Viszont, hogy ti tapasztaltátok-e már, tapasztaltatok-e bármiféle javulást, vagy visszalépést, azt írjátok le, kíváncsi vagyok nagyon. Személy szerint, úgyhogy... Igen. Majd mindjárt elmondom, hogy miért voltam mérges. De remélhetőleg egyébként azt is javították, amire én gondolok. Az elengedése egyébként. Őrületes. Nagyon jó. Attila, köszönöm szépen neked a majdnem egy évet. A 11. hónapot egész pontosan. Köszönöm szépen. Őrületes. Na, igen, Erdőről jöttem megint. Innentől kezdve egyébként most, hogy lehűlt a levegő, valószínűsíthetően a közeljövőben... Hát sőt, a nem közeljövőben, hát már igazából mostantól úgy próbálok azért, hogy elővenni mindig ezt a favágó szettet, mert formaegyezések alatt, mikor keményen vezettünk, akkor hát ez nem egy túl jó dolog, mivel hát olyankor azért elég meleg van.
Elég és az úgy azért eléggé zavaró. Kinek hogy telik eddig a szeptember? Gyanítom már jó néhány embernek elkezdődött az iskola. Ugye korábban, legutóbbi adástán szavaztunk azzal kapcsolatban, hogy mikor legyenek a streameknek a kezdés időpontja, így a mindennapokban. És hát mondhatni fölényes győzelmet adatott a 12.08-as kezdés, ugye a riválisa a 10.08 volt, az úgymond az a nyári időszámítás errefelé. Úgyhogy hát remélem ez mindenkinek tetszik. Ha valaki gondolja egyébként, nyugodtan létrehozhat egy ilyen rövidke kis szavazás, és akkor szavazzunk erről újból, hogy kinek mi a véleménye, mert egy nagyon kis picike szavazás volt, mondjuk 10 percig tartott, de volt legalább. Korábban meg ugye pontosabban egy évvel ezelőtt ott akkor Discordon is pörgött egy elég komoly szavazás, hogy kinek mi a véleménye. Gyanítom, mivel iskola kezdés van, tehát fiatalság, bolondság, véget is szerintem nyert a 12-8 perces kezdés, hogy na hát örülök tényleg mindenkinek. 3 éves jelvény? Igen. Hát nem lassan, ne is avatod, Mike-on, ha így haladsz, ha így folytatod, hát bizony. Hát köszönöm TMC, örülök neki. Örülök, hogy ezt mondod. Fontos kérdés szerintem, ez az F1 menedzser mennyire éri meg a pénzét, illetve mennyire tudják majd méteni a játékot, hogy ne legyen séma egy idő után. Nagyon jó kérdés, Krikics, óriási kérdés, hogy ilyen részletesen rákérdezi a dolgokra. Hát figyelni kell nagyon a patch-eke szerintem, hogy hogyan patch-elik a játékot, mert hogyha gyorsan patch-elik a játékot és pontosan, nem lesz olykor az az érzés az emberekben, hogy itt azért visszalépés történt, itt meg azért mentek előre. Ha tényleg az lesz, hogy csak előre, akkor bármit én kinézek ebből a stábból. Hogy mennyire lesz mély, hát szerintem már most is azért úgy, tehát aki elkezd ezzel a játékkal játszani, az. Viszont ez egy idő után olyan érzést keltett majd az emberbe, mint amúgy minden más játék végül is. Tehát végül is egy futballmenedzser is hogyan tudnak abban az emberek beletolni több száz órát, ugye? Ez itt a kérdés, ugye? Hát annak össze kell hasonlítani a kettő játékot, nem tudom, hogy az mennyire ismered a futballmenedzser, de az egy híresen olyan játék, hát a Steam-es top listán szerintem mai napig top 5-ben ott van. Tehát azzal játszanak a legtöbben. Mármint, hogy mely játékkal játszanak a legtöbben. Az egy olyan játék, hogy hiába ismétlődnek a dolgok, hiába nyomod ugyanazokat a köröket, nem tudod megunni. Hogy ez mi miatt van, valahogy egyszerűen az atmoszféra jó. És ebben a játékban szerintem jó az atmoszféra. Úgyhogy meglátjuk, hogy én ezt meddig fogom majd bírni. De hát én elég kitartó vagyok ilyen játékokkal kapcsolatban. Ki tudja, hogy hány száz óra fog belemenni, vagy akár 1000. Bár azt nem hiszem, hogy 1000 óra bele fog menni, de egy 3-4-500 részemről tuti ziher. Én most jelenleg így ezt tippelem. Hát attól függ, hogy milyen irányba mennek el, ebben a játékban rengeteg potenciál van. Nagyon jó. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, már csak azért is egyébként, most csúnyán fogalmazva, érdemes megvenni a játékot, hogy legalább támogassuk ezzel őket. Hogy hát ha egy olyan fejlesztő brigádot ismerhetünk meg az ő személyükben, akik nem a mérhetetlen nagy lehúzás érdekel. Adjuk meg az esélyt, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a reakció. Eddig a kommunikációjuk szerintem megbízhatónak tűnik, de azért hát nyilván fenntartásukkal kell kezelni mindent, úgyhogy hát nagyon rosszakat nem tudok mondani, vagy annyit lehet mondani, hogy azért vannak bugok, hát persze. Vagy legutóbb, amikor játszottunk, akkor voltak, de most jött egy patch, hogy ez a patch mennyire volt jó, mert hamarosan megtudjuk. Nagyon várom. Ja, meg az a helyzet, hogy legutóbb ugye úgy hagytuk abba, hogy hát nem éppen sikerre halmoztunk, ami az eredményeket, elért eredményeket illeti, viszont a játékosaink, a versenyzőink teljesítménye az brutál jó volt. Nagyon jó volt. Hát kivéve Vettel persze, mert hát ő kilőgte Alonsót, hát ez beleégett a memóriámba elég durván. Közben üdvözlök mindenkit újból.
Nem is sejtettem egyébként, TNC, hogy valami nyaralós din voltál. Na ez jó, ez jó. Sok minden, nem maradtál el sok mindenről. Vagyis de. De hamar fel lehet... hamar lehet venni egy gyors talpalót. Jaja. Meg volt az évnyitó. Az nagyon szép, Bence. Köszönjük szépen, hát ez nagyon korrektek, elképesztő. Ja igen, Subtember van a Twitch-en, óriási kedvezményekkel. Igen, igen, így van. Igen, igen. Hát én tavaly sem nagyon, engem tavaly sem nagyon érdekelt ez a dolog. Úgy gondolom, hogy ennél vannak jóval nagyobb lehetőségek, mint például ugye a felkiáltója kuponos dolog is, ami létezik. Hogy ezeket érdemes megnézni, ha valaki billentyűzetet vagy egeret szeretne vásárolni. Instagram oldalon ott van egyébként egy ilyen mini, nagyon-nagyon mini bemutató a billentyűzetről és az egérről, amit lehet vásárolni 20%-os kedvezménnyel, még azt mondja, szeptember 8-ig. Vagy ott van például a kékfényszűrős szemüveg, amiket én már évek óta használok, 5 éve legalább, úgyhogy vannak ilyen lehetőségek, és ezek mind olyan dolgok, amiket tényleg próbáltam, tesztelem. Hogy, tehát a kellemes, a hasznos, össze van kötve, hát tényleg aki igényt tartana ilyen dolgokra, ragadja meg az alkalmat. Ennyi igazából. Hát ez csak egy lehetőség, nem tartok én biztos senkinek a fejéhez. Egyelőre. Meglátjuk, hogy zárjuk a napot, aztán majd újra tárgyalunk. Igen, öcsémmel hot tub stream az lesz, hát persze. Ahó. Befejezted az első szezont a játékba, és érdekes szabályváltatásokat észleltél. Na! Nagyon jó. Nagyon nagy változás, ne várjunk már. Következő évekre nem lesz mit beletenni. Mondod te ezt, Micsu, úgyhogy te nem vagy játékfejlesztő. Nekik az a dolguk, hogy egész nap, tehát van a külön erre szakosodott emberek, hogy legyenek kreatívak. Érted? Vagy te is esetleg már játékfejlesztőnek felcsaptál? Lehet. Valamiről lemaradtam. Dunk. Hát azért én nem sajnálnám őket. Azért nehogy már ne verjük az asztalt, hogy rakják be fel a tartalmakat. Bár jelenleg nem tartunk ott, hogy verni kellene az asztalt. De ha oda jutunk, akkor igenis azért. Hát még jó, hogy. Hát hajrá. Ja igen, ez a safety car mögött kör visszavétel. Ismerős. Igen, azt hiszem nekem is Szaúd-Arábiában volt egy ilyen. Vettem mellé Piászit, igaz volt, tehát kicsit fura. Szegénynek a kommentátor nevét nem tudja, és az arca sincs modellezve. Kisak mindig a fejér. Ja értem, akkor ezért mondta Micsu, hogy valós F1 pilótákkal érdemes játszani. Jó. Hát ne legyen igazad, Micsu, nehogy már. Így van. Szia, Zsajusz. Igen. Hát csak így röviden többen. Tehát tényleg, öcsém ide költözött hozzám is, ebben segítkeztem, a suli miatt költözött ide, és beiratkozás, ilyen, tehát röviden többet, tényleg csak ennyi. Tehát az ide költözés, a beiratkozás, a sulival kapcsolatban is kész, tavasz. Igen. Hát most úgy nagyon gondolkodtam rajta, hogy meséljek részleteket, de úgy nagyon nincs semmi extra. Hát max annyi, hogy hát ez elég rég voltam iskola közelébe. És hát azért azta, hát az államat, tehát így két kézzel kellett így föl a helyén tartani, mert olyan volt a felhúzata, hogy hát majdnem elhoztam egyet-kettőt a pincébe, de nem mondom, nem, azért van elég, nincs hely, nincs már több hely, úgyhogy nem hoztam végül magammal senkit sem. Meg gondolkodtam rajta, valami továbbképzésre beiratkozom.
abban az iskolában én is, hát... Öregem. Hát, hogy délbe kezdődik az élőadás. Előtte 8-tól 10-ig én ott el vagyok, csajozgatok, el vagyok. Nézelődök, szivarozgatok, mi egymás? Ennyi. A lány, Levi, hogy beszélsz? Ilyet nem mondunk. De amúgy igen. Dehogy is. Úri emberek vagyunk. Levi. Kutyafáját. Tessék összeszedni magad, sürgősen. Szia, Krelex. Szia, Sef. Őrületes vagy tapcsolás, kaszok. Én a mondó vagyok egyébként, hát te... Benne olyan... energiák vannak, hogy... Tehát én azon gondolkodtam, hogy kézen állva fogom elkezdeni a streamet. Komolyan mondom. Komolyan mondom nektek. Viccen kívül. És már azon... Már tényleg egy hajszál választott el attól, hogy ne kezdjek el szaltózni. Bármit megtanulni, mert azóta se tanultam. Sok a duma. Most már én is érzem, hogy sok a duma. Pedig jó a zene is igazából, jó a duma, jó a társaság, minden jó. Na jó van, de most már azért... Ja igen, hát a patch! Na azért csak tudom még húzni az időt. Közben az F1 22-re is jött valami hülyeség. Hát az le van ejtve most nagy éve, úgy gondolom. Legalább most lesz idejük patchelni, de hát... Tudjuk nagyon jól, hogy hetek kellenek ide. Egy-egy olyan patch ez, ami igazából nem előre, hanem visszafele fejlesztő a játékot. Na, ha valaki fönt van a Discordon, felkiáltolja a DC, hogyha esetleg valaki még nem lenne ott. Föl kell venni az F1 Manager rangot a rangok szobába. Hölgyeim és uraim, na közben véget ért a szavazás. Óriási, köszönöm szépen, hogy szavaztatok. Nagyon jó. Ó, nagyon jó, köszi. Köszi tényleg mindenkinek. Gondolom, akik 10-0-8 mellett tették le a voksukat, ők már úgy kőkeményebb melóban vannak. Ja, így tudnék mondani embereket szerintem, kapásból, hármat. Akkor nekik az úgy jobb lenne. Ja, de hát a többség az többség. Nem lehet itt mellé beszélni. Na tehát ő TMC-nek köszönöm tényleg. Nem győzök hálálkodni emiatt neked. Hogy ismét lefordítottad a patchet, a fejlesztési naplóját az 1.6-os verziónak most már. Tehát egyből, tehát egy órán belül ott volt a magyar verzió egyébként a patch notes-ról. Röviden, tömören annyi, hogy... hát azért nem lesz ez annyira rövid. De tovább fejlesztették az AI által vezetett csapatoknál. Illetve további fejlesztések az AI által vezetett csapatoknál, ha tartalék pilótát igazolnak. Na jó, de én mindenre azért nem fogok kitérni. Festéseket javítottak igazából. Kijavítottak egy olyan hibát, ahol az új váltók átörökölték az előző váltónak a kopását. Ezt tapasztaltuk mi is, és szerintem nagyon sokan ezt már tapasztalták, úgyhogy... hát a másik az meg a diktatúra. Így van, köszönöm. Így van. Csökkentették a hatást az autó teljesítményére, ha hozzáálltad a fókusz perket az új alkatrészek kialakításakor. Mi a szar ez? Fókusz? Milyen fókusz? Ezzel még nem találkoztam, de megnézzük. Kijavítottak egy olyan hibát, ahol néhány jelenet közben a kerekek lebegtek, ahol egy hiba miatt a kamera föld alatt volt. Igen, ahol a kommentátorok azt mondták, hogy az egyik versenyző a mezőny elején rajtol, miközben hátulról rajtol. Double-stack-el kapcsolatban vizuális hibákat javították. Rekordok a legnagyobb bevétele és a legnagyobb csapat értékeléssel kapcsolatosan most már in-game megtalálható. És akkor jön a versenyszimulációs rész. Hát igazából... Igen, kijavítottak egy olyan hibát, ahol a nem befejezett köröket is mutatta a játék, amikor a leggyorsabb időmérős köröket akartad megnézni. A sárga zászlót nem fogják azok a pilóták megkapja, akik már visszatértek a garázsba leintés után. Igen, a Zandvoorti lehetséges pálya incidensek további kiegyensúlyozása. Oké. Egyébként most hétvégén ez holland nagydíj, ugye? Jól emlékszem? Jól, hát. Egyébként azzal kapcsolatban volt egy érdekes dolog, hát én ennek csak örülök, meg nem kell annyira majnézni emiatt, mert hát most a döntött kanyarban már lehet használni a DRS-t. Simán akkora leszorító ereje van ezeknek az autóra, hogy simán elmegy szerintem minden gond nélkül. De hát majd meglátjuk, hogy... hát azért ide ügyesség is fog kelleni, valószínűsítem. De hát ezeknek az autóknak elvileg nagy sebességű kanyarokba nagyobb a tapadása, mint a tavalyi autóknak. Hát láthattuk egyébként Ferrarival
Sainz hogy ment át a puhonon Belgiumban? Hát szinte beleemelt egy picikét, azt már nyomta is padlógázon. De időmérőn. Azt hiszem időmérőn volt az. De hát Hamilton meg ugye tavalyi autóval padlón. Tehát közel azonos szinten vannak az a lények, hogy inkább maradjunk ebben a közel azonos szintben. Na most én ebben nem találom azt, hogy az időmérős egy óriási bug volt az például, hogy a pilóták konkrétan, hogyha egymás után küldtek ki őket másodjára az időmérőn, akkor, és tényleg egyből küldted őket, akkor egymásba mentek a pályán kívül. Tehát így belementek egy tizemeletesnek az aljába, és akkor megvárták egymást, hogy összeütközzenek. Tehát ilyenek történtek, erről nem láttam javítást, akkor mi az, amit még én hiányoltam, az elengedést, a kék zászlót. Hamiltonos ugrással kapcsolatban mit értesz ez egyébként, Emma? Műnyantás kavicságyon nagyobb lesz a hangsúly. Az jó dolog? Hát most az ilyen... A salak előtt. Ja, hát... Salak. Hát ott valódi sódarágyat értesz szerintem a salak alatt. Jó, hát legyen. Hát most ez nem probléma, nem? Vagy ez most... Kell erről beszélni bármit, és szerintem ez egy jó dolog. Hát... Időt nem nyersz vele, hogyha az alkalmazod. Ennyi. Így kevésbé hordják fel a pályára. Így van. Ez egy hülyeség volt igazából. Hát most arra gondolunk egyébként, erre a sisakfóliára is lehetett valami megoldást találni. Hát nem beszéltünk azóta, de kiderült, hogy Verstappennek a sisak rostéja. Ez a réteg, amit ugye, amikor a versenyzők lehúznak verseny alatt, azt tömítette el Leclercnek a jobb belső fékhűtő nyílását. Na kérem szépen, erre vagyunk gombot. Strollé volt? Mi volt Strollé? Hát ez Verstappené volt. Én úgy tudom, hogy Verstappené volt. Ja, de már kiderült, hogy Stroll... Úristen, hogy ekkora nyomozások voltak! Azt a mindenit! Aha! Régen csak a boxban lehetett a sisakról ezt leszedni, direkt ezért. Mi a szar? Értem! Fólia! Azt a mindenit, páva! Jó, hogy jöttél, így van, szervusz! Ahogy mondod. Öcsém! Ja, csak többen kattintanak, ha Verstappen neve van ott. Ja, igen. Hát hogy de? Jogos. Egyből ugranak az emberek. Ugorjunk egymás torkának, háború megint, gyerünk, bam. Ja, ennyi. Ez a meta. Igaz. Zugfirkászok ilyenkor, dörzsölik el minden. De most gondoltak el? Hú, öregem. Tehát a mai újságíró ott ül egy Forma 1-es nagydíj alatt, és végig dörzsöli a tenyerét. Azzag, ebben hogyan kötünk? Tehát egy unalmas versenyt végében hogyan kötünk bele? Mikor semmi nem történik, akkor hogy? Tehát szegények, ilyen gyomorideg lehet olyankor. Fú, szarul a téledbe. Elég rossz lehet, nem lennék a helyükbe. De ki az, aki ilyen szakmára vágyik a mai világban? Undorító. Mert olyan undorító dolgokat lehet tapasztalni ilyen téren, nem? Tényleg nagyítóval kell keresni a kivételt. Biztos, hogy van. Tudtizért nem akarok általánosítani azért. Félértés ne essék. De hát tényleg nagyítózni kell. Ja, igen, bambula, úgy van. Ez meg a másik amúgy, hogy ezeket a sisakfóliákat miért nem lehet az autóba elrakni valahova. Úgy van. Úgy van, nem is értem egyébként, most hogy ez felszáppenne történik, mi lett volna? Ha Hamilton sisakfóliája tette volna ezt! Gyerekek! Ugye? Mindenki így nézett volna. És közben verte volna azt, amit éppen ér. Vagy lehet, hogy túl sokat gondolok most ebbe bele. Na jó van. Most már tényleg sok a duma. Nézzük meg a játékot. Változott-e? Remélem, hogy igen, de úgy nagyon lapítotok. Várjál csak. Valami hotfix érkezett.
PC Stability? Ez most mi? Ja, ez F1 22, ja bocs. Értem, tehát small update. Az igen. Tehát hetek óta nincs patch, erre kiajtanak egy small update-et. Small update. Viccig, nagyon. Köszönjük szépen. Na hát ezt meg kell nézni. Minden indítástán nem lehet megunni. Nagyon jó. Tehát már az atmoszféra egyébként, az a rendkívül pozitív atmoszféra már ilyenkor elkezdem beszivárogni. Örület, jó. Én így vagyok vele legalábbis, nem? Tehát átszellemül ilyenkor az emberek kicsit. Hú, forma egy. Hú, gyerünk. Fogytán a rumos kávé. Kényelmesebb kidobni nekik? Igen, én láttam már ilyet, nem egyszer, hogy valaki maga mellé bedobja, az kész. Ennyi. Hát most kényelmesebb, menjenek már sunyiba. Hát amúgy Ragnarnak van igaza sajnos. Örnyek lesz, hogy amúgy is akartak kicsit Mario Kartosra csinálni a defegyet, hogy random felocsolják a pályát meg ilyenek. Szóval csak elősegítette. Úgy van! Úgy van! Na 28-án játszottunk utoljára, basszus! Hát már rég kivittük volna a játékot, nem? Ha itt vagyok azóta és nem megyek sehova. Na! Azt a leborult szivar még itt! Kérem szépen, azt kell mondjam, hogy kapaszkodjatok meg. Maximálisan harcban vagyunk. Remélem mindenki megkapaszkodott. A harmadik helyért! Jó, most ez a tabellán nem látszódik persze, de én úgy gondolom, hogy legalább már 50 pontot buktunk. Legalább már 50 pontot buktunk idiótaságokon. Fette kilöki Alonzót, Kanadába dobogó menteli ismét. Hol a büdös frászkarikába jártunk mi még? Számtalan esetről tudnék beszámolni egyébként, várjál csak. Hol a szarba lehet visszanézni azt, hogy milyen szalon... Ja, amúgy ebben fejlődhetne a játék, ha már itt vagyunk. Hogy meg lehessen nézni azt jobban, hogy az adott pilótának milyen a pályafutása. Mert hát valljuk be, hát most így ebből... Hát ahol meg lehet nézni azt, hogy az adott versenyhétvégén melyik pilóta hogy teljesített. Egyébként amúgy igen, idén, abszolút idén. Most ezt hogy tudom megnézni, várjál csak. Ha ide megyek a Bákszerni hétvégére... Na itt például, jó, ez kuka volt, oké. Okay. Jó, mondjuk azért elég sok nagyat már ledurrantottunk. Most mi jön? Francia nagydíj, tehát itt nulláztunk. Nagy-Britanniában mi volt? Ott egy negyedik, hetedik hely, az mondjuk egy elég jó eredmény volt. De Kanadába, gyerekek! Hát a szívem majdnem megállt. Nézd meg, ott túlláztunk. Mind a két pilóta azt hiszem, hogy szerzett volna pontot. Sőt, top 10 Vettel, az meg lett volna, Alonso meg egyértelműen a dobogóért ment. Egyértelműen a dobogóért. Második, harmadik hely? Bizony. Kanada előtt Azerbajdzsán, ott mi volt? Hát ott mondjuk egy óriási csata volt Lajoskával, de ennyi. Spanyol. Itt is Vettel, sehol nem volt. Utolsó lett, tehát itt vissza kellett vonultatni. Mondjuk azt mondjuk, hogy őt beáldoztuk. Miami, na itt volt, itt például egy győzelem ment el. Alonso ugye megforgott. Hát ennyi. Hát mennyi, hány pontnál vagyunk? 30? Körülbelül? 30 pontnál vagyunk körülbelül. Jaj, nagyjából Imola. 11. hely. Lehet, hogy én tévedtem. És nem 50 pont ment el a levesbe? Ja, de várjál, de Monaco, állj! Álljál meg! Itt is egy dobogó ment el. Monacóba. Ez fix. Itt az történt, hogy a... Ubi történt. Azt mondja, a harmadik helyen mentünk. Alonso megforgott. Ismét, ugye? Verstappen belénk jött, de megforogtunk, belénk jött
Verstappen, és kaptunk egy 5 másodperces büntetést. Hát én azt hittem, hogy kihajtam a monitort az ablakon. Ezt képzétek el, megtörtént. Ez most viccen kívül mondom. Egyébként, ha megyünk ugye a francia nagydíjra, aztán magyar nagydíj, csak mondanám, aztán ki tudja, hogy hol ér véget a nap. Nem tudni egyszerűen. Én úgy gondolom, hogy idén borzasztó jól teljesítünk. Mondjuk ezt az idént, ezt úgy mondom, mintha már vagy 5 szezont letoltunk volna, hát nem erről van azért szó. Tehát erre a nagydíjra, ha jól emlékszem, elkészült az új padlólemez. De mindjárt ezt is megtudjuk az üzenetekből. $100,000 kapunk ezért az eseményért, hogyha megjelenünk a mérnökeink. Hát biztos, hogy nem fogunk ehhez hozzájárulni, mivel hogy 7 napra leállítják akkor a stábnak a tapasztalati pont. Tehát 7 napon keresztül nem kapunk XP-t, stáb. Hát elmehettek a sugyiba. Én meg erre azt mondom, tevasztok. Hát de nincs, hát hogy ennyit nem ér a pénz, most hogyha Nándirak lenne születésnapja és 500 000-be kerülne, hát akkor nem gondolkodnék. Hát persze, menjen a buli. Én is jól érzem magam egy kicsikét. Kiengedjük a fáradt gőzt, ilyesmi. Úristen. Na igen. Ezzel kapcsolatban ugye nem szavaztunk. De ez egy fontos dolog. A jövő évi szabályokkal kapcsolatos, hogy az utolsó nagydíjon osszanak-e dupla pontokat, vagy sem. Szavazzunk. Ezt mi fogjuk megszavazni? Szavazásra szavazással válasz. Szavazzuk meg. Ha tudunk szavazást létrehozni, akkor hozzunk egyet össze, aztán ennyi. Kicsikét izgalmasabbá tesszük a dolgokat. Ja. Eddig neked ugyanezek az események és szabályváltozások voltak? Hát akkor átvertek bennünket, Micsu. Az nagyon jó. Aha, világos utcú. Igen, én is tapasztaltam, hogy a DRS vonat az rendkívül hatékony, az nagyon-nagyon durván OP. Közben megy a szavadás, vagy? Nem látom. A közösségi kihívás is ugye pörög közben. Hogy már 55%-on van és 6 nap van vissza belőle. Ez egy 24 órás nyárzáró esemény, amire lehet gyűjteni. Szia, Imi! Hogy legyenek-e dupla pontok az utolsó versenyen? Igen vagy nem? Igazából csak ennyi. Egy perces, rövidke szavadás, aztán viszont látás sok között. Attól függ, hogy az autód mennyire jól megy az utolsó nagydíjon. Hát az nehéz kiszámolni előre. Közben elindult a szavadás. Alonsót és Vettelt a labó hülyeség összehasonlítani, ki hogy teljesített? Hát már nem emlékszem rosszul így, hogy te kinek az oldalán állsz valójában, de... Hát... Egyet kell értenem, az a helyzet, és azt hozzá kell tenni még, hogy... Inkább tetted hozzá. Alonso oldalán vagy mindig és mindenkor. Jó, akkor teljes mértékben egyet értek. Így van. Hú, azt a mindenit. Na, erős. Úristen, most ennyire szoros a szavazás? Azta! Akkor nem lesz. Legyenek-e dupla pontok, ugye így szólt a kérdés. És hát ha nem nyert 54%-a, hát akkor nem lesz. Hát én sem tudnék itt dönteni, amúgy. Hát ezért én levettem magamról a felelősséget. Innentől kezdve rajtatok van minden.
Ha ez rossz lesz, akkor a viszontlátásra. Úgyhogy ez van. Szia Zoli. Győzött a totális demokratikus diktatúra. Ja, igen. Igen, igen, egyébként volt pár. Volt pár arra példa korábban, hogy mikor nulláztunk. Amikor korábban nulláztunk, egy nagyon jó teljesített mindkét pilótánk, egy nagyon jó eredmény nézett ki éppenség az adott verseny hétvégén. Mégsem szereztünk pontot, tehát hirtelen kihúzták alólunk a szőnyeget. Igen, tehát ez elég gyakori, úgy néz ki, hogy ilyenkor a stáb az nagyon rosszul érzi magát, lemegy a morál. Hát igazából jogosan ment le a morál, mert amit műveltek a versenyzőink, hát az kabaré volt igazából, tehát Vettel leginkább, hát, sőt, csak ő, egyértelműen. És többször nem fogunk abba a hibába beleesni, hogy Vettelnek adunk esélyt, hogy menjen előre. Bár én úgy gondolom, hogy korrektül jártunk el, mert amikor úgy éreztük, hogy gyorsabb Vettel, akkor elengedtük. Aztán láthattuk, hogy nem gyorsabb, tehát annyira rövid volt az osztrák pálya, hogy nem jön ki a versenyzők között a különbség. Na viszont közben nézzünk egy-két információt itt a Paul Ricciardi aszfaltsíkkal kapcsolatban. Lesz 2 darab DRS zóna, halleluja, a 2. szektor elején, abban gyönyörű hosszú egyenesbe, aztán a cél egyenesben. Hát ide... De a közepes és magas sebességű kanyarok nagyon-nagyon kellenek a leírások szerint. És a várható versenystratégia az egyértelműen egy kiállás lesz. Erre kell készülni egyébként, hogyha konstans ezt mutatja, én úgy vettem észre, akkor végig mindenkitől egy kiállásos stratégiára lehet számítani majd. Úgyhogy... Hát... Ennyi. És hát itt láthatjuk azt, hogy az ellenfelek közül, hát azért Leclerc a negyedik váltóját használja, egyben utolsó váltóját. Ricardo, Verstappen, de amúgy mindenki ugyanúgy. Mi ez a sorminta? Az igen, 1-2-1, utána 3-2-4. A, B, így megállás nélkül cserélődik, és akkor egyedül az Alfa Tauritól ugye Cunoda van RS-ből a 3-as szinten. Hát ez nekünk nem olyan rossz, szerintem mi most megtanultunk picikét talán jobban spórolni ezekkel az alkatrészekkel, meglátjuk, hogy mi lesz ebből majd végül. 11 napunk van egyébként fejleszteni. Elvileg megjött az új padlólemez, de ennek mindjárt utána nézünk. Ebből le kell gyártani majd egy-két alkatrészt. Bassza meg! Ja jó, nincs gond. Egy napot kell csak várnunk. Oké. Okay. Foglalt a gyár. Oké. Itt meg is állunk. Csak itt is vagyunk. Padló lemez. Itt, így van. Oda néz. És itt látható, hogy... Tehát... Többenetes... hogy mekkora javulás lesz ez most majd nekünk. És úgy néz ki... Ja jó, Alonso és Vettel is fog ebből kapni. Akkor jó. Na jó. Emergency. Mindenképpen jobban rá kell állnunk majd a központ fejlesztésre. Ez nekem így nem tetszik. Annyira sokat kell várni olykor. Előre le kellene gyártanunk mindenből egy csomó alkatrészt, és semmit cüttyögni, meg izgulni azon, hogy jaj, most éppenséggel mi lesz, hogy lesz. Nos, továbbra is a magas sebességű kanyarokat kell erőltetnünk.
különböző fejlesztésekkel, most utána járunk annak, hogy mi az, ami a legjobban növelne ezeken. Hát az első szárny, az mindent csinálna, csak nem növelne. Várjál csak, mikor reszetelődik? 55 nap múlva reszetelődik. Úgyhogy a következő fejlesztés az összes számítógépes szimulációt és szélcsatornában eltölthető időt el kell lőnünk. Hát én úgy nézem, hogy ismét padlólemez fejlesztés, ezt kérem. Ja nem! Nem, ezt föl kell rakni az autóra. Tudjátok, mi lesz ebből? Felfüggesztés, fejlesztés. Úgy van. Ja, hogy az összeset már használtam. Ja, jó. Hát az fasza. Oké. Hát akkor nem szóltam. Amúgy ez jó. Szerintem ez teljesen rendben van. ...25 napba kerül alapból. Állunk a magas sebességre. Ja. Hűtésre. Amúgy ezt a fékhűtést sem tapasztaltam meg, hogy ez így most mire jó egyáltalán? Tehát ez most mit melegít szerintetek? Tehát, hogy én úgy gondolom, józan paraszt észre, hogy a gumikat melegíti jobban föl. Ami ugye nem jó. Ja, hogy így látjuk jobban, hogy hányadik helyen vagyunk. Aha, hát én szerintem nagyon szoktam használni igazából, mert mindegy, hogy hányadik helyen vagyunk. De amúgy ezt használjuk majd többet vicikét. Jobban szeretem ezeket az értékeket látni, mint hogy hányadik helyen vagyunk. Alacsony sebességű kanyarokban 5. helyen vagyunk. Ajjajjaj, Jóskapista. Közepes sebesség, odani. 19. Az elég csúnya. Motorhűtés 11, ég 18. Ezt vegyük lejjebb, így. Ezzel nyerünk a legtöbbet. Hát konkrétan... szezon eleje óta csak és kizárólag a magas sebességre mentünk rá. Minden fejlesztésünkkel. És 9.-11. helyen vagyunk. Semmi extra. Mi a palaking? Írta ezzel kapcsolatban egy érdekes dolgot? Hova? Na. Mit tettél, Micsu? Ja, Rizánál az a bágos, hogyha minden csúszkát jobbra húzol, akkor a kelleténél jobb alkatrész készül. Állítólag ugye kijavították, de még mindig bágosnak tűnik. Aha. Értem. Értem. Jó, de hát most bagos, nem bagos. Most amit itt látok, az alapján fogok én tájékozódni. De itt meg azt írja, hogy 0.64-en rosszabb lesz a magas sebességűnél. Mi van? Ja, jó, igen.
És akkor itt hol lehet perket hozzáadni, amiről szó volt? Valami perkről beszéltek. Milyen perk? Milyen perk? Hol van itt perk? Hat darab üdökkel. 16 nap alatt ezt meg tudjuk csinálni. Őrület! Szia Stevien! Szia Józsa Balázs! Én ragaszkodom ehhez a fejlesztéshez, kérem szépen. Húha. Én úgy gondolom, hogy ezek a beállítások húzzák a legjobban a magas sebességű kanyarokat, úgyhogy... Ennyi. Ennyi. Tavasz, tavasz. Hát ez... Hú, gyerekek. Francia nagy után ez megjön, aztán... Gyerünk. Mi az a fú? Igen. Hát megy rá a gyűjtés. Ha összejön, akkor lesz. Ha nem lesz, akkor nem lesz. Tehát konkrétan egy nap alatt meg lett a fele, úgyhogy... Jó ki lett ezt találva. Francba. Jó. Mehetünk tovább. Design Center. Ez nagyon nagy fejlesztés konkrétan. Innentől kezdve... Ja. Igen. Azt hittem, hogy három alkatrészt lehet fejleszteni innentől, de nem. Pedig amúgy de. Lehet, hogy még nem frissült. Nagyon remél. Ja, de várjál csak. Lehet, hogy ez nem is fog változni, mivel nincs elég mérnök. Apukáim! Uha! Jobban el kell osztani a mérnököket. Hú, baszki. Az baj. De várjál csak, mi van akkor, hogyha én erre a Design Centerre még jobban rámegyek? Ja igen, ott már a mérnököknek a kapacitása is nő. Viszont ez a fejlesztés 18 millió dollár. Ez rendkívül sok. De egyébként szerintem ez a meta. Úgy gondolom, hogy ez bombasztikus. Tehát marhára nem mindegy, hogy egyszerre hány fejlesztés van, milyen gyorsan jönnek meg a fejlesztések. Tehát ez, ha valamitől tudunk előre lépni, előre jutni a ranglétrán, akkor az ez. Állj! Hospitality. Ez nem tudom, hogy mi célt szolgál, de ez valami minimális fejlesztés, minimális bónuszokat ad. De nézzünk utána persze. Például ez a csapat vonzóságát növeli, így ahogy van, ez talán így majd kedvező feltételek mellett tudjuk a szponzoroktól kihúzni a minél nagyobb lóvékat. Van még 4 napunk. Fejlesztés. És ez most mi? Nincs ügynök. Price. Ez furcsa. Hátsó szárnyból nekünk csak ennyi van. Ez mi? Ez mi a szar? Leírásba egyéb panelek között keresgél, Laci. Hát ez beszarás. Tisztán emlékszem arra, hogy volt egy hátsó szárnyunk, egy új hátsó szárnyunk, és ez eltűnt. Hát ez hova lett? Hát
ezzel kapcsolatban megy egy kutatás, de hogy míg megy a kutatás, addig nekünk az a hátsó szárny az eltűnik? Vagy mi? Hát ne szórakozzál. De nem amúgy, nincs is kutatás folyamatban. Nem. Én rosszul emlékeztem, bocsánat. Teljesen rosszul emlékeztem, persze. Hát persze. Igen, tehát folyamatban van. Jó, új, korai volt ez a pánik. Jaj, ez gáz volt. Na mindegy, jól van. Ebből az első szárnyból kell nekünk. Most van jelenleg 3 darab. Egy tartalékkal. Elég 2. Én azt mondom, elég 2. Ami 3. Az a biztos. Akkor kell még valamiből, ugye? Hát mi az, ami nagyon... nagyon szeret elfogyni? Felfüggesztés? Talán a felfüggesztés gyakrabban sérül, mint a karosszéria. Hát... ja. Így, normál fokozaton pörgessék a fiúk. Bőven jó. Na, fontos üzenetek. Pörögnek a fejlesztések. A váltó Nándirá nagyon rossz állapotban van. Hullahopp Karika. Motor is nagyon rossz állapotban van. Az öreg konkrét... mi van? A motor? Jó, hogy az ütközésnek a következménye ez. Értem. Gyerekek, ez most komoly? Konkrétan az ütközés, azaz Vettel gajra vágta Alonsónak a váltóját. Nullás lett. Hát ezt köszönjük szépen, Vettel. Nagyon köszönjük, tényleg. RS-ből hogy állunk? Aha. Értem. Rosszul. Most visszarakjuk ezt a régét, mert úgyis szabad edzés következik. Motor. Fasza. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát ez gyönyörű. Hát ez... gyerekek, őrület. Vettel. Motor. Ez teljesen jó állapotban van. Hát hogy de, persze. Feltelni és cserélünk egy motort. Ugye a szabad edzésekre mindig a lehető legkopottabb alkatrészt szórjuk bele a autóba, hogy lehető legnagyobb mértékű spórolás legyen. 29%-os. Jó, az jó. Oké. És akkor te amúgy micsoda, hogyan szoktál fejleszteni? Hogy... tehát... te mondtad ezt a bugos dolgot. Kíváncsi lennék én arra. Na! A dupla pontokkal kapcsolatosan az a fejlemény van, hogy nem lesz a következő évtől dupla pont az utolsó nagydíjon. A Mercedes Alpine Haas Alfa Tauri díjazta az ötletet, és mindenki más ellenezte. Nagyon korrekt. Köszönjük. Mi van? A helipadunk ugye... ó. Amortizálódik, öregem. A helipad. És így már nem kapunk akkor a bónuszokat belőle. Nagyon jó. Ez jó gyorsan, tehát félszadon kellett ahhoz, hogy ez megtörténjen. Kellemes. Na várjál, most elkészült minden, ugye? Három nap, egy nap. Jó, az egy naposat még megvárjuk. Nagyszerű. Na most kell-e valami? Karosszéria.
padló lemez. Elóka. Hát ebből miért csak ennyi van? Ebből kettőt legyártunk, és hogyha nagyon szükség van a nagydíjon, a következő nagydíjon fejlesztése, akkor van egy SOS fejlesztési lehetőség, és akkor azzal neki duranunk. A jelenlegi mérnökeinket pedig ugye majd 10 és 6 nap múlva, 6-10 nap múlva újra tudjuk osztani, és körülbelül szerintem egy ilyen 3-3-4-es elosztással fognak majd dolgozni. És remélhetőleg a következő nagydíjjal keresünk annyi pénzt, azaz 5 millió dollárt, hogy azt el tudjuk költeni Design Center fejlesztése, hogy még több mérnökünk legyen. Az sokat gyorsítana egyébként a fejlesztési folyamatokon. Azt a 700-át. Hát szevasztok. Márgi, Márgi. Antris, köszönöm szépen a 17. hónapot. Óriási tapsol neked, és üdvözöllek. Köszönöm szépen. Hát most így fejből nem tudom, Laci, hogy melyik van nekem. De, vagy várjál, írjál rám Discordon és elküldöm. Itt megvan egyébként, mert valaki kérdezte. De ez nem a mostani, hanem ez a másik, ez az óriási lencsés. Írjál rám most akár és elküldöm. Egyébként be van Ctrl-C-d, úgyhogy el kell küldenem. Közben addig határozzuk meg azt, hogy az adott eseményeken milyen eredményeket érünk el. Én úgy gondolom, hogy időmérőre nyugodtan meg lehet azt ígérni, hogy mind a kettő pilóta bejut a top 10-be. Tehát azért hoztunk erre a nagyra fejlesztést. Én egy jó eredményre számítok. Abszolút egy jó eredményre. Úgy, Q3, mind a kettő pilótával meg kell lennie, én úgy gondolom. Talán nem tesszük túlságosan magas a lécet. És a pozíció, ahol befejezzük, hát az úgy gondolom, hogy top 8 mind a két pilótával. Versenyen pedig hát egy pilótával szerintem minimum mindig végzünk top 8-ba, következő kettő nagydíjon. Research, hogy mennyire éri meg? Hát ezt egyelőre nem tudjuk. Tehát elvileg ugye redukálja a visszaesést idénről a következő évre, a szabályváltozásoknál ott ennyiben segít a kutatás. Húha, na jó van, akkor kérem, jöhet a nagy díj. It's Grand Prix time here in Le Castellet. The very first Christmas carriage race was organized in France in 1894. Since then, the carriages have only gotten faster. For the Grand Prix here, Paul Ricard boasts a fine collection of low, medium, and high-speed corners. The scene curve is taken at breakneck speed. Right before Grand GP, hihetetlen történetét és a 2009-es világbajnoki cím megszerzését mutatja be. Majd. A négy részes dokumentumfilm. Nagyon jó. Nagyon jó. Let the weekend begin! Williams-nél csak 6 mérnök van. Nekem sikerül-e mindig a 100%-os pálya akklimatizáció? Nem. Nem, de most majd sikerülni fog, mert erre kifejlesztettünk egy ütemtervet. Mindjárt most teszteni fogjuk. Jó, hogy ezt fölhoztad, Andris. Rock hozta föl még legutóbbi adásban, hogy mit szólnák ahhoz, hogyha tehát, hogy mit gondolok erről a lehetőségről. Mi nem tesztelt, nincs meg neki a játék.
De hogy ő dobta ötletet. Óriási ötlet volt szerintem ez, mert mindjárt megnézzük, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni. A terv az, hogy Vettel lesz az, akivel csak és kizárólag a beállításokat teszteljük. Alonzót az első percben megtankoljuk, és az utolsó percben pedig bejön a boxba. Ez lesz. Mert Vettel és Alonso között, közben az alkatrészeket majd föl kell rakni az autóra, el ne felejtsük. Most befejezem a dumcsit. Inkább erre rákoncentrálok, hogyha ez elmarad, akkor én nagyon vipa leszek. És ezt senki nem szeretné szerintem. Úgy. Oké. Az új padlólemez, gyerekek! Hát ez már megszólal. Nagyon jó. Na tehát akkor, hol is tartottam? Megtankoljuk egy nem tudom, 30 körre Alonsót. Akkor tényleg ő szépen tartalékolóba körözgetni kemény gumival. És így nem vesszük el Alonsótól azt az időt, amit ő azzal tölt, hogy bejön a boxba, kerékcsere, tankol, és a többi. Ez meg a beállítás. Az konkrétan 5. Az egy 4-szer, tehát ez egy 20 perc, ami elmegy a kukába körülbelül. Bizony, így összességében. Most ezt majd megnézzük. Lehet, hogy nem fog működni persze, de meg kell nézni, hát ez menedzser játékba. Vagyunk, tehát muszáj itt agyalni, mert így lehet szerintem gyorsítani a jobbnál jobb eredményeket. És akkor majd az utolsó szabad edzésen Vettel beállítását áttöltjük Alonsohoz. Minimális eltérés van egyébként a két autó között, és a pilótáknak az igényei között, inkább így a helyes. Jó, kezdhetjük akkor az első szabad edzést. Nagyszerű. Ready to check? Yeah, ready to check. Radio check, Randy, az anyád a derék hallottalak, óriási! Vettel is mehet, szavasz, mehetsz, gyerünk, tempó. Hú, Alonso, de szép lesz majd jövőre ebbe az autóba. Istenem, végre egy normális csapat. Normálisan kinéző csapat. Egy normál csapattól messze áll még ez a gárda, úgy gondolom. De hát majd Alonso jön aztán. Gatyában rász őket, nem? Blokkolva vannak nálam az ismeretlen emberek. Olyan. Jó, akkor rád írtam én. Hát ez fura pedig. Vagy lehet, hogy csak várnod kellett volna 10 percet. Na mindegy, jó, elküldtem. Ha valami gáz van, Laci, szólj nyugodtan. Hát jó itt lenni újból. Húha, azt a mindenit. Ja, az elég nagy eltérés, Bence, az óriás, igen. De jelenleg szerintem ezzel a pilóta páros ez működni fog. Hát eddig konstans 3%-os eltérés volt csak. Aha, értem, tehát ezt te teszelted, Andris, jó. Hát általában az utolsó percekben is állítok az autón. Úgy szokott meg lenni a tuti beállítás. Hát egyébként ez a pálya... Itt a virtuális valóságban is tökéletesen átadja azt, hogy ez egy rakásszar kívülről nézve. Azt sem tudod, hogy hol vannak. Ja, célegyenesben. Na ennyit tudsz most, nem? Hát ezt megismered. De hogy amúgy, tehát innentől kezdve, hogy ők hol vannak a pályán, ha nincs ott a kis térgép, nem tudod megmondani. Annyira egy jellemtelen, egy szar. Egyszerűen megfogalmazva. De én egyébként nekem az a véleményem róla, hogy
nagyon jó volna a vezetéssel. Tehát ezen vezetni brutális. Nagyon jó. Az egyik legjobb volna a vezetéssel rendelkező pálya szerintem. Nekem személy szerint. Tehát kívülről, itt néző, hát... Lehetően nem bánkódék miatta. Ne várjál, Laci, hát írtam neked most. Nem kell várnod. Ez egy tesztpálya, annak is kéne meghagyni. Ja, akár. Szia, Suri. Na, jó pihenést akkor neked. Jó, hamar véget ért. Szia, Dodó. Hát, ha valaki, akkor Randy biztos, hogy ezt nem fogja elhibázni. Tehát, amilyen aprólékos ember, amennyire odafigyel tényleg minden részletre, biztos, hogy nem fog ebbe hibázni. Ha mégis, hát akkor én elgondolkodnék egy visszavonuláson. De komolyan, komolyan. Tehát, ha ő ilyet elnéz, az... Ő nem az az ember, nagyon nem, tényleg, nagyon-nagyon nem. Mindig nagyon-nagyon éles, nagyon józanul gondolkodik. Én legalábbis, hát persze nem ismerem. Vagyis hát baszki, mai nap, ma reggel is, főébresztett, de úgy meg nem ismerem. Próbál viccet félretéve. Most szándékosan nem pörgetem az időt, jó hallgatni egy kicsit a fiúkat, hogy itt krúzolgatnak. Úgyhogy... Ennyi. Tudjátok, mit nézünk majd még meg? Azt, hogy lágy, közepes, kemény gumi között mi a különbség? Van-e egyáltalán különbség? Hogyha megyünk időmérőre, akkor tudjuk. Úgy kemény gumit ott nem lehet használni, de... Versenye lehet? Közepes, kemény lesz a meta. Vagy lágy, közepes? Lágy, közepes, persze. Az hát. Tehát egyébként ilyen téren kellene fejlődés belevinni a játékba, bár azt még szögezzük le, hogy ezt a nagyját nem toltuk le. Tehát korai, de a patch előtti állapotoknál én azt éreztem, hogy itt a gumi szimuláció nem korrekt, a DRS szimuláció nem korrekt. Ezeken kellene farigcsálni, ezekhez kellene szakértőknek a véleményét megkérdezni jobban, mert ez szerintem túl OP. Mármint a DRS. Hát ha mi Ausztriában konstans azt hagyjuk, hogy oda-vissza erőzgessék egymást a pilótáink, akkor nem mérnek utol a mögöttünk lévők. Viszont hogyha az egyik pilótánk elő van, és a mögötte lévő követi, az már nem éri meg. De egyébként ha valaki követte a Mirage Sportnak egy Form 1-es online bajnokság, a tavalyi, hát most a legutóbbi szezonjának osztrák nagydíját, ott például kérem szépen a Red Bullok. Érdemes megnézni, felkiáltó Evod, ott meg lehet nézni ezeket a nagydíjakat. Ott a Red Bull, amit csinált versenyen. Meg lehet nézni, hogy mennyire hatékony a DRS. Gyönyörű. És ők ezt kihasználták, és oda-vissza egymást húzták, nem lehetett őket megközelíteni. Nagyon ügyesen csinálták. Ők bemutatták azért, hogy azért lehet így is csinálni, bár nem tudom, hogy ez a valóságban mennyire állná meg a helyét, azt hozzá kell tenni. Azért az F1 22-nek a világa, 21-22 világa az teljesen más, mint ez a menedzseré és a valóságé. Tehát ez... És akkor ezeket a dolgokat patchelték elvileg, Matyi? Na, nagyon jó. Óriási. Tényleg? Ja, elmondták mai nap, hogy milyen kivégzésre lehet számítani, Suri. Jó, kitartást, uram, atyám. Soha, hát ez áll közelebb valósághoz egyértelmet. Hát figyelj, itt legalább valósabb értékekkel dolgozik a játék. Nem tudom, hogy melyik... Nem tudom, hogy pontosan milyen értékek vannak a valóságban, de abban biztos vagyok, hogy ez jó néhány adatban szinte teljesen valós adatokkal dolgozik. Gumik például, hát F1 22-ben a gumik azok 90 és 100 fok között működnek körülbelül. A játékban, hát az hideg guminak mondható. Ebben a játékban, az hideg gumi. De a való életben is egyébként ez így van. Hát ott 130 fok körül működnek a gumik.
azt hiszem, vagy valami hasonló, plusz-minusz 10 fok. Szóval... Mert hát a gumi nyomás is a... Az F1-22-ben úgy működik, de az összes eddigi Codemasters összes F1-ben úgy működik, hogy ha leveszed a guminyomást, akkor romlik a tapadás. Csökken a... Tehát teljesen a valós fizikával megy szembe. Ilyen egy másik, semmelyik másik autós játékban nincsen. És... Meg kell érteni, hogy miért van ez így. Miért így dolgozik az a játék? Miért nem lehet megfordítani a kettőt? Tehát igazából csak egy ilyen visszafordított kéne rakni abba a scriptbe, nem? Hát, hogy... Érdekes, érdekes. Na jó, kicsikét azért megindulunk most már, nem? De hogy eléggé megunhatatlan ez, tehát ahogy ezek a hangok, most pont ma reggel nézegettem a klippeket, és azt vettem észre, hogy amikor volt a kanadai nagy, tehát az előző verseny hétvége itt, érdemes egyébként megnézni, a Discordon ez is ott van a klippek szobában, amikor jön az öreg címen van jelen a klipek szobába, klipként, és ott az volt ugye, hogy a hülyeséget beszélek, nem az előző verseny hétvége volt Kanada, az Ausztria volt. Kanadában, de ettől függetlenül Kanadában volt az, hogy a célegyenes végén Bottas szemszögéből néztük az eseményeket, hátrafele néztük, hogy jön Alonso, és baszki, hogy becsapódott Alonso Bottasba, elrontott a féktávot az öreg, ahogy belecsapódott, hát az szenzációs volt. A szenzációs volt, tényleg. Hát az ütés hangok, úgy minden. Na, kicsit húzzunk bele. Kicsit túlpörögtem itt a dolgokat. Húha. Hát elég lassúak vagyunk. Hát ez teljesen normális. Ki a Dániel? Hát... Erre nem jöttem még rá, Andris. Én úgy gondolom, hogy az működött eddig szerintem nekem teljesen jól, amikor kiküldtem őket a pályára. Sebastian, any thoughts on setup options? Car was good. All good here. Yep. Mi? Alapbeállításokon jó az autó? What do you think? Megőrült ez a fickó? Hát 57%. Okay. Alonsonak is jó. Yeah, copy. Nézzük. Szóval nekem eddig az működött nagyon jól, amikor miután kiküldtük őket a pályára, hagytam őket egy 10-15 másodpercig automatán, és aztán raktam át manuálisba, és ez azért volt jó, mert az RS-ük visszatöltődött korrektül 100%-ra. Ura, hogy ez így működik, de így működik. Működött. Vagy most mi hogy működik, már azt nem tudom. Na és most látható az nagyon jó, hogy már Alonso lehagyta Fettelt pálya alkalmazkodásba. Viszont ugye Fettelre csinálják a beállítást. Most nyilván ez egy csapaton belül azt jelenti, hogy van sorrend. De hát van. Hát kell lennie sorrendek, csapat sorrendnek. Tehát hogy vagy pilóta sorrendek. Hát van, hát még jó, hogy van. Hát ez soha nem is titkoltam, még jó, hogy van. Ez a jó. Így éri meg igazán. 10%-kal, 11%-kal körözte le Alonso Fettelt. Szóval ez nagyon jó.
Na most ezáltal Alonso kap teljesítménybónusz majd, nagyobb teljesítménybónusszal fog ő menni. Én úgy gondolom, hogy az előző 10 nagydíjon, nem tudom, mennyit toltunk le, 8-10 körülbelül, bőven bizonyított az öreg, hogy bocskosul jó, tehát nyilván nekem nem kell bizonyítania, mert ha rosszabb, akkor is őt részesíteném előnybe szinte. De Makegereknek úgy gondolom, hogy teljesen jó volt ez, hogy bizonyított az öreg, és ennyi, úgyhogy tehát tudok pillogtatni dokumentumokat, hogy gyerekek, itt van, jobbat adta, bazzeg, mondhattok akármit, ez van, ez lesz, viszontlátásra. Hogy ennyi, így röviden többen, és ennyi. Van sorrend házon belül. Jogosan, kell is. Hát jó, hogy nem majd egy jó versenyzőt nem fogunk kihasználni. Persze, mert hogy a másiknak a kis lelki világával mi lesz? Hát le van szarva. Tanulja meg vezetni. Ilyen egyszerű. Hát most... Hát ez nem a... óvoda. Na jó, egy kicsit lehet, hogy elragadtattam magam. Lassan 20%-os különbség van a két pilóta között. Ez olyan óriási. Igen, Fettenek így elismerem a tudását. Te, Mitya, ne tudd meg, hát ez elképesztően ennyi. Csata! Fettel csatázott az egyik Mercedes-szel. Szerintem kör végén vissza is lehet majd hívni Fettelt. Azért próbálom figyelni ilyenkor. Ó, akkor még egy kör kell. Ja, most már jó. Oké. What's your thoughts, Sebastian, on coming in or doing any more? Azt mondja, hogy mondani, amazing. Well done. Car was great. Amikor azt mondja, hogy amazing, akkor az azt jelenti, hogy a csóka az nagyon örül. Jó. Egyébként eléggé beletrafáltunk ezzel a beállítással, úgy néz ki. Alonso elfogyott, mint a gumia. 45 másodperc, mire megtankoljuk? Hát ezek szerint 30 környű üzemanyag nem elegendő. Hát ez nagyon jó. Hol van vissza 8 perc, hát arra, mit tudom, 6 kör, ugye? Az úgy jó. Nem állítunk semmit az autón, csak menjen, körözön. Ennyi. Értem, Bence. Na jó, de nálam sokszor volt olyan, hogy nem sikerült tökéletesíteni a beállítást. Úgy van, Bence. Fia Bálint. Így van. 12%. Többenet jó. The checkered flag is now out. Kellene egy új mérnök tényleg. Alonso mérnökét el kéne hozni, mármint hogy valós mérnökét, aki a való életben van. Nem az elég nagyot menne. Na! Stroll, Schumacher kapott büntetést. Hát igazából túlságosan sokat nem számít nekünk. Talán esetleg majd Vettelnek lesz ez jobb, mert ő fog majd velük harcolni időmérőn. De ugye ennyi. Alonso megtankolva verte Vettelt. Ja. Hát most na. Valaki mondjon már valami jó kifogás, hogy miért történt ez.
Ekkor mindig szokott jönni, hogy jaj, hát azért, mert ezért, mit tudom én. Szembeszél volt, Vettelnek Konstans, Alonsonak meg Hátszel, meg ilyen abszolút hihető érvek szoktak érkezni. Korrekt, 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 hihető érvek. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ennyi. Aha, Vettel a beállításokat, észrelem a köridőt. Jó. Jó. Köszi. Te ne vakúzzál már, jó Isten áldjon meg. Jó, minden lényeg megvan. Lényeg az látszódik. Ezt Alonso autójával áttöltjük. Azért most két szabad edzés között, mert ilyenkor nem kerül időbe. Ha meg szabad edzésen állítunk, az meg időbe kerül. Baszki, majdnem 5 perc. Az rengeteg, az 2 kör legalább. Akkor értékes százalékok. Bizony, bizony. Ezek fontos dolgok. Ugyanazt a beállítást betöltöm Alonsónak, mint ami Vettelnél van. És szevasz, ez nyilván nem lesz tökéletes, de ez már egy jó alap lesz. Ugyanazt eljátszunk, mint amit az előző szabad edzésen Alonsóval. Megtanuljuk egy ilyen 30... 40 körre, Nandi. Kész, élvezzel, hangolódjál. Közepes gumika. És jó közönke. Itt is a közepes robbanjon. Tevasz, tavasz. Úgy. Ketteske. Jó, kész. Radio check. Yeah, loud and clear. It's green now. Rosszabb az autója Vettelnek? Igen? Miben rosszabb az autója Zett? Lehet-e tudni? Kíváncsi vagyok erre. Miben rosszabb? Hm? Ja, Vettel csapat érdeket nézte. Aha! Ja, mert Vettel tesztel! Igen. Alonso meg ugye kártyázik szokás szerint. Aha. Aha. Végére Nándira kevesen volt a Benny, amikor kiküldted a második alkalommal. Jaj. Igen. A vezetőjén rosszabb az ő autójának. Vendari! Na! Legutóbb nagyon jó úton léptél rá, ezt már múltkor is megjegyeztem neked. Így tovább, komolyan mondom. Tehát ez nagyon jó úton haladsz a felé, hogy VIP vagy moderátor legyél. Ez nagyon jó ez az út, tényleg. Tehát így tovább, komolyan mondom. Tehát ez a magatartás, ez... Hát iszok nincs egyet az egészség. Hát innék, de nincs, már, de van. Úristen! Összefújta az elfogult Alonso szurkolókat a szél. Jó, örülök neki. Ez nem nyalás, ez a tények útja, Lajuszka. Ezt tessék elfogadni. Én így vagy. Ez a másik, úgyhogy ennyi. Szia, Salvador! Micsoda, visszahorul Alonso. Szerződtesd csak le, figyelj, ameddig ott lesz a csapatodba. Azt fogod magadon érezni, hogy kivirágzottál. Na jó van. Copy that. Amit most Vettel mondott, azt tessék fölírni, az egy 99 vagy 100%-os beállítás lesz. 3, 2, 1, 99. Egy ilyen kis apróságot még az állítunk. Ez majdnem százas beállítás. Alakul.
20 kör? 5? Tehát a fickó, ameddig csak bírja. Innentől kezdve őt már nem kell terrorizálni. Ez most egy elég szerencsés szabad edzés sorozat. Azt azért tegyük hozzá nagyon gyorsan. Tehát azért ennyire simán nem sikerült még beállítani autót. How does it feel? Very good. Happy. Happy! Coffee. Nandi, ez az! Egy vadállat vagy! Istenem! Na, Matesz, nagyon jó, végre! Végre egy felkelés, köszönöm! Nagyon jó, de rég vártam már erre. Így van, Matesznek amúgy... Hát azért vannak jó gondolatai, nézzétek csak meg. Ismét villant. Üdvözlök mindenkit, szervusztok! Kivirágzol, úgy van. Főleg úgy már csapatot, mint élőben fog a semmiből bejelentve. Hát ennyi. Randy az meglepetések embere. Ennyi. Gyerünk. Alonso 20. helyen van. Ezt a 38-7-et most egyéni legjobb kört futott. 23. körbe teljesítette, úgyhogy konkrétan már 23 kör benne volt a lábába. Most 2000-del ment lassabbat. Az igen. Aztán megint javít Nandi. Te jó Isten, ez egy őrült. Nandi mit csinál? Váltok, amúgy ezt be kellett volna kapcsolni nála még. Náluk. Most még lassabbak lesznek. De Barker ennyire megtankolt autóval. Így megy Fettehez képest, hát... Na. Beszédes. The car setup is perfecto. Na nézzük, hogy Nandi rá mi a dörgés. Na látjátok? Erről beszéltem. Ija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 j
Nem lett jobb pilóta Vettel kapva. És még így is szóhoz jut, te jó ég! Lehet, hogy el kellene gondolkodni egy újabb TO, nem skacok? Hát ez elképesztő. Ez elképesztő. Hát ez kijátsza a rendszert. Őrületes. Köszönöm szépen Vendeli a támogatást. Gyerekek! Zette, neked honnan van ennyi pontod? Az? Vagy mi van? 38 pont. Csak így egyből kirántod, mert valaki azt mondja. Igen? Ennyire könnyen manipulálható vagy? Óriási. Na nézzük csak, milyen dörgés itt most. Jó, fette menjen csak. Jó. Jaj, Istenem! Jó, majd meglátjuk akkor, az időmérő után tárgyalunk ismét. Oké, uraim. Megbeszéltük.
kezdenek elfolyulni a dolgok. Dehogy is, eddig csak ébredeztünk. Most az igazi minden. Végre megjött mindenki. Így a tuti. Haja mindenkinek, haja is mindenkinek égnek áll. Ennél forróbb már nem lehetne a hangulat. Gocsa. Na, jön a harmadik szabad edzés. Leclerc nyert. Schumachernek és Strollnak továbbra is van büntetése. És megyünk tovább. Alonso pálya alkalmazkodása 100%-on van. Hihetetlen. After a day of free practice yesterday, we wrap up with a third and final session before moving on to qualifying. The teams will be looking to build on yesterday's momentum. Having seen how the cars and drivers are reacting to the circuit, they have a little more time to make some final changes. Hát én hogy válaszoljak a lehetőleg kultúráltabb. Azon töröm a fejem amúgy. Hát it's time to get started. Két ilyen nagyszerű pilótával nincs nehéz dolgom. Ennyi. Ja, hogy te az igazságra vagy kíváncsi? Hát... Szerintem jó ez így. Elóka, jó hát. Ankoljuk csak meg gyorsba. 40 kiló. Akkor mit kap a fiú? Lágyat. Így. Ez jó. Oké. Primadonna. Legyél csak. I think it's okay. It should be green now. Gyerünk, srácok! Hadd szóljon! Tekerjetek föl mindent! Ami a csövön kifér. Született zseni vagyok, köszönöm, de jó! Hát így van, amúgy ennyit kell volna csak mondanom, hogy majd a szurkolóim! Majd a szurkolóim, a fanjaim! Majd megmondják, hát nehogy már én mondjam meg. Nekem, én egy olyan szerepkörben vagyok, hogy nekem muszáj jó politikusak lennem. Hát ez... Muszáj. Nem mondhatom azt, hogy egyik szar, a másik meg egy hihetetlen jó pilóta. Hát szóval, én nem lehet. Hát megsértődik egyik. A másik. Egyelőre nagyon működik Domesz. Igen, egyelőre nagyon. Igen. Igen. A Ferrari csapat főnökét hallhattuk. Hát... Igen, volt egy-két olyan taktikai húzásunk sajnos, de... Szia, kujom. Szia, TIR, szervusz. Megint ZT-n nem kapott választ a kérdésére. Hát figyelj, igazából tényleg figyelni kell arra, hogy mi mit állít. A legalsó opció, most a fejből nem tudom, de az ilyen finom hangulása nagyon jó. Tehát meg kell nézni azt, hogy mi mit állít a jobb értékbe, és mivel lehet kompenzálni. Tehát valahogy így próbálj megállítani autót. Én így gondolom. Nyugodtan dob ez. Hát nem teljesen saját kútfő ez. Igazából, hát ezt el kell ismernem, tehát most nem akarom itt játszani, leszem. Ezt nem én találtam ki. Nagyon kedves ember, Rock volt az, aki földobta ezt az ötletet. Csodálatos volt, mert ő nem játszik ezzel a játékkal, de mégis ott van a fejében. És hát kiváló. Hát van addig.
Most, hogy így mondod, nem is rossz. Kurva anyád, ha jöjjön a lemez, a kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Kacokam, hogy itt mi a szar folyik? Aluka. Hát a... Ereken? Álljál félre nagyon gyorsan, mert fölrúglak. Véletlenül persze. Na jó van akkor. Hát ez hihetetlen. Hát Fettel öregem itt csatázik Nándival. Az agyam eldobom. Szegény öreg. Mármint a Nándi. Őrületes. Köszönöm szépen téged az ajándék feliratkozását. Nagyon nagy tapsiot kívánok neked. Tíz óra F1 menedzser? Miről beszélsz? Kikérem magamnak. 40 óra. Hát azért. Azért a... Hát úgy igen. Na gyerünk tovább. Tovább és tovább. Vettel helyett igazolunk majd egy Piastrit, valószínű. Csak Piastrival meg az a gond, hogy ő vele annyira nem lenne olyan makulátlan az élményünk. Ja, mert az ő arca elvileg nincsen lemodellezve, mint mondjuk Alonso és Vettelé. Hát... Tóth Lászlót meghozzuk tartalékpilótának, ez a terv. Egyébként. Hát Tóth László fix. Tehát az, az magyar van a játék. Egy Form 1-es játékban magyar. Eredetileg. Tehát ő tényleg magyar. Nem egy bemodolt valaki. Hát ha a világ legnagyobb versenyzője, de mivel magyar, hát úgy gondolom, hogy kötelességem beladni apait, anyait is fölnevelni. Megtanítjuk kesztyűbe dudálni Lacikát. Jó lesz az. How's the balance? Gyere, Randy. Well done, guys. Very good. Well done, guys! Hogy mondja az öreg? Mindenki lázba jön. Az autóismeret az most miért ilyen rossz? Tehát ez alig megy föl, bakker. Nagyon érdekes. De a két pilótánál. Talán Vettel is meg lesz most a 100%. Ez elég nagyot menne. De ha most ez meg lesz, és sőt, úgy gondolom, hogy ez a jövőben majd nem lesz meg 100%-os a Vettelnél. Alonsonál meg lehet ezzel a taktikával. Hát Vettel az... Nem jó. Lehet, hogy nem, nincs elég idő Fetterre. Yep. Hát Fetternek továbbra is nagyon-nagyon tetszik a beállítás. Hol van? Alonsoval meg finom hangolásokat végzünk most. Hangja mondjuk lenne Piastrinak, mert azzal kapcsolatban még nem láttam semmit. De az arca, hát ilyen kis apróságok. Hát ő mindig sisakban van. Legenek? Elvileg lesznek, azt hiszem, igen. Tehát a generált pilóták lesznek-e? Én úgy emlékszem, hogy mintha valaki már mondta volna, hogy igen, lesznek. Oda néz, Vettel. Megvan minden, gyerekek. 100%! És maradt a levegőben egyébként 25 percünk. Bár egyébként én azon is gondolkodtam, hogy nem minden pályán fog ez működni. Illetve, ami picikét talán gyorsíthatja a folyamatokat, az az, hogy a pályán, egy adott pályának, egy adott pályán milyen, mennyi időt vesz igénybe egy kör. Mert mint például Ausztriában, hát ott az ki, egy perc egy kör. Viszont Belgiumban meg egy 41-50 körülbelül. És lehetséges, hogy Ausztriában, mivel úgy van beállítva a játék, hogy körszám alapján határozza meg azt, hogy te mennyit tanulsz a pályáról. Tehát a köröket nézi, és nem a kilométert. Egyébként az lenne a korrekt, hogyha kilométert nézi, akkor ez ellene kerülve.
hogy egy Ausztriát sokkal gyorsabban betanulnak a pilótáid, mint mondjuk egy Belgiumot. Hú, baszki. Alonzolá nem a legjobb a beállítás helóka. A kurva életbe. De nagyon gyorsan ki kell menni Nándival. Nagyon-nagyon gyorsan. Várj. Kumi, jó? Vesz, gyerünk. Benne. Halálán van a motor Alonzolán. What do you think? Yeah, I think it's good, guys. Coffee. De mennyire jó, Nandi, mennyire öreg, mennyire. Nézzük csak. Gyerünk. 97%. Nem rossz, hát végül is a teljesítmény bónuszt megkapjuk most, ez a pár százalék, hát... De amúgy visszatöltjük ezt így, bam. Ez a legutóbbi ismert beállítás, és ezzel én úgy gondolom, hogy nem bukjuk a teljesítmény bónuszt. Vagy ha igen, akkor menjen már a üdös nagy francba a játék. De nem bukhatja, hát nem véletlenül van ez az opció. Jónak kell lennie. Na hát valahogy így néz ki egyébként, egy hullos, kimaxolt elkészülési időszak. Egy adott verseny hétvégén. Ó, igazából fent vissza is jöhet. Alonso meg ennyi volt. 5x5. Ez gyerekek 1-2 lesz. All okay. Just pit limiter. Just a reminder on pit limiter. Bottas, azt akarod mondani, hogy Bottas szabotálta a karrieret, TR? Kemény voltál, hogy így kihajtottad. Ott azért csúnyán betehetett a pohár. Jaj. Részvétem. Van hangja Piastrinak? Na az jó, nagyon jó. Na kérem. A gumikat nem néztük meg. Herekek. Hát ez elképesztő. Na ilyen még nem volt. Erős kezdés. Tóth Lacinak is van hangja? Na nagyon jó. Nagyon jó. Na jön az időmérő edzés. Egyébként időmérőre, versenyre abszolút száraz. Őt jósoltak. Jó. Grid. Tehát azért megbüntették, mert Alonsót kirögte az előző verseny hétvégén. Hoppá. Korrekt, végül is csak... Hát ez most így páratlanul jött. Jó, a biztonság kedvéért átfutottam az alkatrészeket, nehogy itt valami félre menjen. A legjobb állapotú váltót rakjuk be természetesen. Jó. Andy. Mégis ez jó. Láttuk az előző részegnél is, mikor Fettelnél nézegettük. Mindenkinél minden. Úristen. Baszki. Hatodik helyen vagyunk. Magas sebességű kanyaroknál most. De erre sem néz ki jól. 40%. Ugye, ahogy ez sárga lesz, onnantól kezdve elassulunk majd. De ha kérünk egy új RS-t, akkor az 5 rajthelyes büntetéssel jár sajnos.
Mi a következő nagy díj? Magyar. Még ott előzni. Hát ott nem lesz egyszerű, az Monaco körülbelül. Jó, gondolkodjunk logikusan, tehát ha most nem cserélünk, akkor magyar nagydíjon fog kelleni. Ki az az idióta barom, aki ilyen alkatrésze megy egy nagydíjon keresztül? Tehát nem. Most csere. Hát ez egy nem várt fordulat. De én úgy gondolom, hogy... Muszáj. Nem. Sajnálatos. Sziasztok, tiszteletem! Puszillak Balán, a pofám szakad le ismételten, hogy megint előzetes engedélykérés nélkül léptél le. Egyszer csak látom Discordon a süket dumát, hogy el kellett tűnnöm pár napra. Ellenőrzőt hozod, igazgatói osztályfőnöki szaktanári figyelmeztetésben részesítelek. De már nincs hely az ellenőrzőmben! Akkor hova? Az alkalomra föltetováltatom. Na? Vállalod? Tetoválást? Egyetértek. Megértem maximálisan a csalódottságod. Mit mondhatnék még? Ne hamulj, az ellenőrzőmet otthon hagytam. Régebben mindig ez volt. Kérte tanár. Hozz ki az ellenőrződ, légy szíves, hadd írjam be az egyesed. A fádat azt írogatj be, te hülye. Riherony. Ott hagytam. Hát jó van, aha persze, jó, aha jó, akkor gyere kifelelni. Jó, ez ritkán volt mondjuk. De volt. Ed, nagyon szépen köszönöm neked a szurkolást és üdvözöllek természetesen. Amúgy minden jó, persze. Most, hogy így egymásra rúgtuk a bejárati ajtót. Igen. Beszélgethetünk szépen nyugodtan, ahogy szoktunk. Minden duti. Igen. De hogy vagy? Mesélj. Remélem, hogy jól. Mondjuk sok választásod nincs. Kinek van? Amúgy meg. Ekkora luxusban nem vagyunk, hogy rosszul érezzük magunkat. Bármikor is. Nálam nem fér bele a hiba, amennyit nálad Fettel hibázik, már rég elküldtem volna a sóhivatalba. Komolyan? Ennyi után? Hát de Fettel! Hát mindenki Fettelje. Könyörgöm, hát ezt nem lehet. Húha. Nem, hát komolyan mondom, hát ez megsüvegelendő dolog, amit írtál éjjel. Végül is, egyébként, ha józan eszemre hallgatok, azt kérem is kérdeni, amit te. Teljesen igazad van. Ennyi. Köszönöm neked a szurkolást. Szia, Dávid. Szia, Sanyi. Kiválóan szabad nap van? Na, jó van akkor. Nagyon, hát ez... óriási. Jól van. Gratulálok hozzá, vagy nem is tudom. Mit illik ilyenkor mondani? Hát semmit. Igazából süket duma van. Azt meg nem nyomom. Süket dumán kívül más nem nagyon tudok mondani. Na jó, szerintem akkor... A gumiknak a működését azt módosították amúgy? Arról magyarul mit lehet tudni? Tehát, hogy egy lánggyal lehet akár több gyorskört futni ugyanúgy? Vagy mi az információ erről? Gondolom igen. Még jó, hogy... Elengedéseket patchelték-e? Na várjál, meg most megtudjuk. Most aztán meg. Most úgy vártunk. Hogy pont eleget talán. Talán. Andy? Petl, kiment? Gyerünk. Szia, Feges! Jó pihenést! Tudod rá választ, de nem spoilerezel? Aha, értem. Hát most... Az a helyzet, hogy ezzel már mindent elárultál. Köszönöm. Nagyon örvendek.
Ami persze nem baj, hát most. Azért éreztem egyébként. De tényleg, ez egy óriási bug. Ezt nem javították. Hát azért ez egy fekete pont. Uraim, ez egy óriási fekete pont részemről nekik, az biztos. Hát azért ez... Na. Hát ezen nincs mit szépíteni, uraim. Hát ezen lehet itt ablatyolni megint, hogy jaj, hát első játékunk, meg mit tudom, milyen szép dumákat le lehet itt verni. De tény, bakker. De, mondom, még azért várjunk egy pár napot. Majd meglátjuk, ha a következő patchbe ezt nem javítják, vagy valami elmegy. Hát messze menő következtetés, én jó magam ebből nem nagyon vonok le. Nem vonok le, nem, hogy nem nagyon, egyáltalán nem vonok le. Mert közben Fette most már nagyon ott van, lassan kezdi a gyors körét. Jó, mehetsz fiacskám, nyomjad neki. Szúrja, tiszta pálya, nyomjad. Azaz. De lelkes Fette. Mondjuk egy amazinges beállítása van, szóval működnie kell. Randy! Nem kopi. Nem mondta, hogy kopi! Húha! Lehet, hogy az öltözőben maradt. És követi az egyik alpin. Az öreg hogy megszivatja? Az egy okon egyébként. Nagyon ügyi, Mándi! Ez igen, a profizmus ismét. Meleg a gumi Fettelnél. Alonso meg már nem is tudom. Hát ott már olvad a lány. Szívjon csak okonka. Szívjon csak. Mándi, hát ez gyönyörű. Ugye, megint a profizmus. És az a durva, hogy kiküldtük a pilótáinkat, úgyhogy na most majd tuti... Mondjuk ez nem volt feltartás, mondjuk itt volt egy elég fura beleemelés, de... Ez még úgy talán belefér, nem? Ezzel a... feltartással... Sőt, ez egyébként nem is feltartás, majd figyeljétek meg! Mert szerintem az Alpin ezen a hétvégén gyenge. És Alonso ezzel a manőverével... Csak segít okonom. Bár azért, akár konstans ott van a nyomába okon. Lehet, hogy tévedek. Kíváncsi ezek az időkre, Fettel. De Szizet, az nagyon jó, és ott volt egy mini feltartás, Alonso mit jön? Gyere, Landi! Hát! Hat tized. Végülis de, Okont ezzel feltartottuk. Hát... Nem az igazi. Yeah, take it easy. Understood. Az öreg anyádat. Okay, happy to lift and coast. Copy. Ennyi. Hát Fettel kapott egyet azért. Már ha tényleg ott volt feltartás, akkor... Meglátjuk. Silver igazából mégis van hasonlóság persze, de hát most hát ez egy jó bevált recept. Hát azon én úgy gondolom, hogy nagyon nem kellett volna mit módosítani. Tehát ez egy olyan felépítése volt annak a játéknak, hogy nekem nagyon ritkán jut ez eszembe. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán jutott ez eddig eszembe. Már nem tudom, hogy ezt most így egy szimpla megjegyzés volt tőled, vagy kritika, pozitív, negatív, nem tudom.
Amúgy igen, csoda, hogy csak ennyit veszed Vettel. Igen. Igen, 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 igen. Eddig amúgy nem állunk rosszul végül is, ha jobban belegondolunk. Picikét belepörgetünk. Ezek az idők biztos, hogy elegendőek ahhoz, hogy tovább jussunk a Q2-be. Én marhára úgy gondolom. És Gasly megint előttünk van. Öcsém! Nem túl örömteli. Na várjunk csak. Ki az, aki fixen megelőzi még Alonsót? Oko nem. Sainz. Hatodik. Hetedik, nyolcadik. A McLarennek meg... Hát arról meg nincs info. Itt azért most nagyon fontos a jó rajt pozíció, mert Alonsónak lesz egy 5 rajt helyes büntetése, azt hiszem, erre sere miatt. Vagy lehet, hogy 10 rajt hely. Hát akkor mondjuk sírva fakadok. Fettelnek is van egy 3 rajt helyes büntetése, szóval nem lehet tudni. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. A B-pilótánk kicsit meghúzhatná Vettel az egyenesben kappa amúgy kellemes delutánt. Végül úgy döntöttem, hogy úriember maradok. Meggondolom, Rage, meggondolom. Köszönöm a tippet. Köszönöm. És a 30. hónapot is köszönöm neked. Üdvözöllek. A B-pilóták. Hát ilyet sem hallottam még. Öregem. Én Vettellel még kijövök egy gyors körre, úgy döntöttem. Úgy döntöttem. Igen, Alonso már fix, hogy tovább jut. Use energy if you need it. Happy to push. Copy. Bobo Tamatek. Okay, and all the way to zero. All the way to zero. Car off. Nagyon jó. Gyerünk fette, nyomjad! Vadállat vagy! Nézzük az időt, az első szektoros időt. 37.4.41 volt korábban. Most mit jön Vettel? Mi? Ja, jó, semmi. Nem javít, az a lényeg. 24.148. Szerintem a 2-es szektorba, de inkább a 3-as szektorba fog majd javítani. Hát itt pár ezredről van csupán szó. Én úgy gondolom. Kubáher veszélyben. Joe nem javít. Alonso 8. És Bottas 7. Öregem! Középső szektor zöld! Na nézzük az utolsót, mert középső szektor végén, 3-as szektor eleje, tehát hogy pont a váltóponton volt az a mini feltartás, ha volt egyáltalán bármi. Fene tudja. 1.33.225-ös köridővel rendelkezik jelenleg Sebastian Vettel. Ráfordul a szélegyenese. Na nézzük!
kettő tizedet, ha javítan, annak nagyon örülnék. És ott van. Kettő tized. Hát ha ennyit javított Vettel, akkor Alonso javít szintén ennyit. Én úgy gondolom. Csak mondom. Gyönyörű. Gyönyörű. Ez egyben azt jelenti, hogy Bottas meg lehet, de talán még Lajoska is. Gyönyörű. Hát én nem tudom egyébként, tehát ilyen téren például simán optimalizálhatnák a játékot még, a gumikat, tehát a gumiszimuláció az nem túl valósághű. Hát azért egy ilyen gumival kettő tizedet javítani, hát ez egy kicsikét, én azért ezt egy túlzásnak érzem. Nem? Hát ez olyan kör, hogy ennél jobbat nem is igazán fog már futni? Ez olyan kör. Akármilyen gumit rakok én föl. Na. Radio check, radio check. Azért interferenc jelen van a mérnöknél. Néha olyan... olyan robotos hangja van ennek a Croninnak. Na. Petrül. Lehet. Alonso mehet. Öregem. Az öreg nagyon tolja neki. Aha, jó, tehát Alonsoval előztünk, tiszta a pálya, csak egy Mercedes van előttünk. Vettellel minden oké, ott egy ház van. Jó. Veszélyes kiengedés van ebben a játékban? Szerintem nincs. Alonso már támadja a Mercedes-t. Azért az a Merci megérdemelt volna egy Schallert. Szerintem az a 37-es szektoridő a felvezető köre lehetett. Gyorsan menjünk, nehogy húzzuk már azt a házt. Hát de, ebből lesz húzatás, kérem. Hát ha valakinek ez tökéletesen jól jön, az a ház. Nandi! Hova a jó anyádba mész? Te mi a szar csinálsz? Öreg! Konkrétan annyi dolgod volt, hogy felvezess az autót gyors körre. Ja, értem, jó, oké. Kopi, kopi. Most mondták a fülemre, hogy az asszony meg a gyerek ott van a lelátón. És így zavarba, hogy kitekintett a lelátón az öreg. Én mondtam nekik, hogy ne rakják oda a családot, de zavarba jön. Nem szereti az öreg. Tületést napoznak a hétvégén erre felé, Franciaországban aztán. Lehetett hallani a rádióüzenetet? Ja, le volt émítva a hangsáv. Mindegy, amúgy is privát dolog ez. Nem kezd nagy dobra verni, amúgy is fordítok ilyenkor, mert fordítani kell.
vagy nyelven beszélnek, hát interferencia jelenlétében ugye alig lehet hallani valamit. Na mi, vagy, mi van most? Vettel az... Jó van, az jó van. Na Randy, gyerünk, ez az... Gyerünk, mint a lovaknak, szemellenzőt föl! Csak előre! Picit megijedtem, megint kimegy. Öreg ember, nem gyors vonat! Hopp, hopp, hopp! Gyönyörű ráfordító volt, ez világlassz is egyelőre. Nézzük az időt, hol áll meg, állj már meg! 32.759! Több mint 3 tized! A két kollega között. És ott is van, Lajoska kapta az ívet, kérem. Beverte, mint ló a lónak. Ez igen. Azt kell mondjam, hogy boldog vagyok. Ez igen. Mi lett volna, ha rendesen ráfordul az S, az egyenese? Pole pozíció. Jó, hát hogyha rendesen összerak egy gyors köt alatt, akkor pole pozíció van, de... annak nincs értelme. Unalmas lenne. Tudja, hogy ezt nagyon jól, hát... Én is nagyon jól tudom, hát látom az adatokat itt a 8. monitoromon. Itt van. Hogy még ennyi maradt benne. Látom, mennyire nyomja, hát ez Sunyi. Hát még az a szerencsé, hogy nem látszódik itt egy nyilvánosan. Hogy a gáz fake indikátor. Hogyne. Copy. Hogyne. Make sure you get your pit limiter as you come in the pit lane. Hát múltkor mondta az öreg, hogy néha te szabad edzéssel, okay, kettő szabad edzéssel volt, hogy bólogatott egyet. Te normális vagy? 35. körben, hát egy kicsit már unta magát, azt mondta. Azért mondom 35. körben, akkor futotta a leggyorsabb körét. Véletlenül ugye ráborult a gázpedálra, aztán kicsit jobban megszaladtak a lovak az egyenesbe. Nem szabad ilyet csinálni, mondtam neki, mert nem szabad fölfedni a titkainkat. Mindjárt, hát még majd időmérőn esetleg. Egy részét csak vette. Most mi van? Ja, itt vagyunk, jól van. Meg vagyunk, hol vagyunk? Hát Fettele ki kell jönni, be kell biztosítani azt a Q2-t, 3-at. Így van, utolsó pillanatokban kijövünk. Hoppá, Rézi néni. Most én is bebólintottam. Az öreg anyádat nem fog fölérni. Az meg! Húha! Jó, hát akkor... Nyilvánosan szabotáljuk Vettel időmérőjét ugye, szokás szerint. ...55 fokos a pálya közben. Szokásos. Úgy van. Kör végén visszajövünk. Ennyi volt az időmérő. Túlpörögtem a dolgokat. Hát... Mindegy. Nem kezdek el magyarázkodni, ha nem baj. Úgyse hinnék el. Szerintem. Senki nem hinné el. Még lehet, hogy én sem. Ha így marad, mármint hogyha Alonso 5. helyen marad, megőrülök. Na nézzük az idő eredményeket. Vette 9 és 10! Megvan! És ez egyben azt is jelenti,
friss lágyal lassabb volt a Q2-ben, mint kopott lágyakon a Q1 végén. 5000-del, hát most... Ha győzöl, akkor győzöl? Fetterről van szó, ugye? Ne felejtsük el, tehát Fetter ezeket tudja! Ezeket tudja! Ez az 5000-ed, ez nála olyan, mint nálunk egy másodperc. Ezt érzed. Ő is érzi, hát ne vicceljünk, ugye? Tessék bólogat ilyenkor, kedves elfogult Fetter szurkolók, mert nagyon egyedül érzem magam ilyenkor. Jó, kijövünk megint. Nem kell itt egyébként kristály, teljesen fölös. Úgy gondolom. Alonso javított a Q1-es idején. Mondjuk ezt a végén majd meg tudjuk nézni persze, de... Hát mindegy, jó, nem kell kapkolódni ezzel. Hát egy friss lágyat én hagyni szeretnék. Jó van, Andy, ez így rendben van. Oké. Mehetünk akkor. Ez az. Nagyon jó. Ki a Tamás? Elég fura ebben a játékban a gumi. Így van. Sajnos ez így van. Green light, green light. Igen, igen. Optimalizációra szorul bőven. Ez kicsit olyan, mint hogyha nem tesztelték volna. Nem tudom, tehát vakok tesztelték volna, vagy nem tudom, tehát... Tehát a játéktesztelőket én... Én kapásból az első nap után kirúgtam volna. Ha mi vagyunk a játéktesztelők lényegében, igen. Hát hogyha kijavítják igazából ezeket a gondokat, akkor nem lesz ebbe probléma. Nem fogunk ezen problémázni szerintem. Az tuti ziher. Rosszabb kocsival, aha, megint rosszabb kocsival Fetter, csak 0.3-re van. Igen, igen, rosszabb kocsival. Miben rosszabb? Kérlek, miben rosszabb? Azt, hogy egy rosszabb pilóta ül abban az autóban. Maximum abban lehet rosszabb. Igen. Igen. Hát hogy de? Atya úristen. Piászi Tóth László kettős Refox. De Alonso marad, természetesen. Kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan és miként fejlődnek a pilóták, nagyon. Remélem, hogy korrekt minden. Hát eddig Alonso 11 nagydi alatt, vagy 10 nagydi alatt, 8 nagydi alatt egyszer fejlődött. Egy képessége nőtt, ez idő alatt, hát nem nagy dur. Hát öreg nagyon. Érthető. Ahova fejlődjön amúgy is ugye, meg akkor még a kor. Nem egyszerű az öregnek a dolga. Be kell látni. So we just need to push now. Copy. Pörgesd föl magad, az bármi van, basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszor úgy is jobban szív, mint bármelyik csajod. Dicsérteség, ámen. Úgy van, Ádám. Ahogy mondod, kérlek. Üdvözöllek, köszönöm neked a 15. hónapot. Thank you.
Ja, Nomi. Hát ez elég sűrű van így egyébként. Tehát így a negyedik nagy díj óta ez van talán konstans. Egyik nagy díja. Negyedik, ötödik. Rengeteg dobogunk volt, vagy lett volna. Őzemünk is lett volna. Ennyi. Megyeget a szekér. Hát zöldőnek a fiúk egyetlenül. Jó kérdés, Ragnar. Közben Andit föltartja a Mercedes. De hogy a jó édes? Andi. 32-7 volt a leggyorsabb kör eddig. Na nézzük, Vettel mindjárt áthalad a célvonalon. És abból a körből lett, kérem szépen, egy 32-994. Nanditól pedig egy 32-792, úgy, hogy Russell feltartotta. Szerintem az Russell volt. Igen. Nem. Illetve... nem tudom. Vettel javít. Drop back a bit. Copy. Kettő századdal már most gyorsabb az első szektorba Vettel, mint az előző körében volt. Na hogy a szarba? Mondjuk a pálya állapota javult. Egészen borítékolható. 32-5. Áh, nem. Ki van zárva, hogy ennyit javuljanak a pilóták sajnos? Nem tudom. Vagy lehet, hogy ezt is patchelték, hogy etapról etapra javul a pálya azért komolyabban. Például ez lenne korrekt. Való életben is azért jócskán javul a pálya. Meg persze, nyilván, tehát azért sok csapat van, tehát, sőt, konstans minden csapat azért altat, tehát lehet látni a végsebességekből sokszor, hogy nem mindig javul a pálya, de azért ott rengeteget trükköznek a motor teljesítménnyel, vagy RS teljesítménnyel leginkább. Már kapi. Regen de Gassi, de egyik helyen van. Hát... kapi. Jó, gumit cserélünk. Ez jó lesz. Ám a 97%-os gumi, tehát eseretben van az még. Meg egy 100%-os gumi. Ismét Alonsónak kedvezünk. Jaj. És hát akkor belehúzunk, kérem. Elpörgünk a végig. Q3 végéig. Jó, hát ez bőven jó kiengedés volt. Picikét most automata RS-be hagyom őket, vagy automatikus módba hagyom őket. Töltsék vissza az RS-t. Az nagyon jó, Ragnar. Nagyon remélem, hogy ez így lesz. Én már konkrétan 5 évvel ezelőtt mellette kampányoltam. Igazolják, hozzák már vissza. Hát azóta nem tudom, hogy az ő teljesítője mennyit roblott, hát... meglátjuk. Végülis Barca nevelés, hát... na jó. Szerintem most vissza lehet a lyukat venni. És 78%-os RS van Vettelnél. Na ezt nem értem igazából. Tehát ennyi idő alatt simán feltölthették volna a boxba, hát 5 percet dekkoltunk bent, nem?
Nagyon érdekes. Energy's good. Yeah, copy me. Jön a mindent eldöntő finálé. Na, 95%-ra fölment. Akkor jó. Az úgy már teljesen jó. De, na gyerünk! Ándorka is érkezik. Nagyon nagy lendülettel. Hú, nagyon szúrja neki. Push more. Oké, copy. Itt már lehetett érezni hangletésből, óriási koncentrációval jelen. Nézzétek öregem, rezzenéstelen arccal. Hát ez elképesztő. Az az elszántság. Édes jó Istenem. Korát meghazudtoló módon. Átszáguldott az 1-es-2-es kanyar kombinációra, ami hát ugye egy elég nehéz kanyar kombináció. 24-121 fettettől. Nagyon komoly első szektor, Alonsótól még komolyabb egy tizedet már mostad ismét Vettelnek az első szektorban. És hol a vége? Az egyenes végén ismét kapunk egy kis hát a másik egyenes végén majd távol ott van a mérési pont. Dupla egyenes. Na nézzük Vettel kettes szektorát, 28-176. Alonso és a háttérben szépen érkezik. Bizony, hogy érkezik. 28-138. Ismét Vettel előtt van, hát már lassan 2 tizedes előnnyel rendelkezik Vettel-el szemben. Jön a technikás rész, hát én úgy gondolom, hogy itt azért igencsak megmutatja majd Alonso a foga fehérjét. Ha egy tizedet tudna javítani Nandi, akkor meg lenne a 6. hely. Gasly többenet, hogy 5. helyen van. Ráfordulunk a célgyenesre, Vettel marad a 10. hely, 2000-del marad el a 9. helyezett Russelltől, és Alonso pedig megelőzi Hamiltont! Gyönyörű! 7000-del! Óriási előrelépés, én úgy gondolom. Nyilván azért egy-egy fejlesztéstől nem szabad azt elvárni, hogy itt nagyon-nagyon komoly tizedeket hozhat a konyhára. De én úgy gondolom, hogy 6. hely időmérő edzésem még nem volt talán, ha jól emlékszem. Ezt álfoljatok rá nyugodtan. És nagyon-nagyon jó azt látni, hölgyeim és uraim, hogy a Q3-ra bizony-bizony javult a pálya. Tehát látszódik gyönyörűen, Alonso látni a legjobban. Q1-ről Q2-re 2 tized, Q2-ről Q3-ra, hát egy nagyon-nagyon szűk 1 tizedes javulás. Őrületes. Alonso és Vettel között majdnem 3 tizedes különbség. Alonso javára. 31-8-al Leclerc az élről rajtóhat. És az az érdekes, hogy a Q2-ben volt a leggyorsabb. De egyébként meg így van. Tehát Vettelnek van egy 3 rajthelyes büntetése, Alonsónak van egy 5 rajthelyes büntetése, azt hiszem. Talán. 5-10. Nem tudni. Ausztriában 6-7 volt az időmérőn. Az baj. Akkor nem szóltam. Te ne vigyel. The time has come for these drivers to fight it out wheel to wheel. Hát ez egy nagyon kemény verseny lesz, úgy gondolom. There was some good work from Aston Gasly 5. helye meg. Honnan jött ez a teljesítmény? Ha 6. helyről rajtolnánk, akkor most lehetne vele venni. Nagyon szépen, de így. Így sanszos, hogy ő elmegy az elején, aztán
If things stay this way, the weather shouldn't pose any challenge. Majd integetünk neki, amikor lekörösz. Absolutely right. So brace yourself for a fantastic conclusion to the French Grand Prix. Miről beszélsz te, Pinyó? Hát honnan jöttél te? Mi ez a megnyilvánulás? Nem helytálló, azt kell mondjam. Aha. Vettel végül 11. rajt pozíció, Alonso 14. Lehet, hogy akkor volt büntetés itt körülöttünk, sőt biztos. Na, itt most mi legyen? Én Vettelen rápróbálok a közepesse. Szerintem ez jobb versenygumi lesz, mert arról könnyebben el tudunk mozdulni, lefele-fölfele. Lágy és kemény gumi felé. Ja. Alonso van. Egy... lágy, kemény gumis kombón gondolkodom. Érdemes? Ha jó. Érdemes vajon ezen gondolkodni? Az a helyzet, hogy ne tudja, hogy mi a szart patcheltek még. Ami a Patch Notes-ban nem szerepelt, még Patch Notes-on kívül is volt, hogy javítottak dolgokat. Uramisten. Lágy kell. Azért kellene a lágy Alonsoval, hogy minél hamarabb el tudjunk jönni. Vagy itt is inkább közepes? Igazából akkor meg következő nagyon sem fogjuk tudni, hogy mennyit változott egyébként a gumik viselkedése. Bekezdünk egy lágyal Alonsoval. Ugye? Hát az, hogy most melegszik, nem melegszik, eddig nem igazán számított. Jó lehet ez szerintem. Viszont gyors a verseny előtt én kiszadok és dobok egy fantát, kérem. Minden jó. Szaladok, sietek, mindjárt itt vagyok.
Köszönöm a türelmet. Na kérem, jön a verseny. Méghozzá óriási lendülettel, ugye? Igen, igen, igen. Mindent beállítottunk. Jösségem. Hajrá és hajrá! As we look at the lineup on the grid. And there's Sebastian Vettel. They're starting in the bottom half of the grid today, so there's a lot of cars between them and the podium. And here's Alonso, the team's second driver. They're in the back half of the pack, so they'll need to work hard if they want a podium finish. Motorcsere volt, illetve erre csere. Vettelnek meg volt egy három rajtás büntetése, mert Alonso versenyt kinyírta az előző versenyt egész jelenlegon. Na nézzük, de furán néznek ki azok a lámpák így innen. Gyerünk, Tata! Szúrd meg! 87%-os erre kezdünk. Hát ez mi? Tata 14, Vettel már 10. helyen van. Jól kezd, jól kezd. Andy, hogy helyezkedik, támadja kívülről, curoda őt. Egyelőre állja a sarat az öreg. Tette megelőzte Joe-t. Eljött így a 10. helyre, remélhetően működni fognak azok a lágykeverékek. Alonso autóján. De nyomon kísérhetjük a... Nyomon követhetjük a... Alonso offenzíváját Magnussennel szembe. Gyönyörű. És itt most meg kell lépni. Joe visszaelőzi Vettelt. Hoppá. Az egy fordulat. És... Nem. Magnussen nem hagyja magát. Alonso nem kezd jól. Hát ami a gumikeverékeket illeti, mindenki közepes és kemény gumikon van, kivéve Alonso. Ő van egyedül lágy gumikon, és most ebben a pillanatban megtörténik az előzés. A kettes szektor végén. Alonso már 13. helyen fordulhat. Looks like Aston Martin have just gained a race position. Vettel továbbra is 10. Illetve, nem úgy továbbra is, visszaelőzte ismét Joe-t. Gyönyörű. Hát ezek a hangok. Édes Istenem. Alonso már 11. Mi a fene? És most itt van mellette Joe. Atya úristen! És Vettelnek most fogunk odaszólni, hogy öreg, takarodj! Félrehúzódik Vettel. Nagyon szépen engedés! Hát nehogy már elmenjen Joe. És kapaszkodik. De úgy néz ki, hogy állítja. És akkor most itt egyik helyen Alonsoval. Ami egyébként pozitívum, hogy Hamilton megelőzte Gaslyt. Hát ugye Gaslynek egy nagyon jó tempója van, nagyon jó nyers tempója van valószínűsíthetően. Hát az időmérős rendkívüli jó eredmény, az nem hiszem, hogy kisiklás volt részéről. Alonso támadhatja okont. 77%-os ERS-sel. Senki nincs lágy gumikon, csak mi vagyunk Alonsoval lágyakon. És ez a lágy gumi nagyon fogy. Az egy gyönyörű kigyorsítás Alonso-tól. Kihasználja a jobban tapadó gumikat, jobb kigyorsítással rendelkezik így most Alonso, gyönyörű előzés ismét. Az előző körben itt előzte meg Magnussent. Szép. És már 9. helyen, és nagyon kéne menni, mert Russell kezd leszakadni egyre jobban Gaslytól. És hát tudjuk nagyon jól, hogy a DRS mennyire hatékony. Ugye tudjuk nagyon jól. Szerintem mindenki pontosan jól tudja. Gyerünk, Nandi. Rángatja össze-vissza öregem. Hú, bakker. Rászeg folyamatosan szakad le. Hamilton szintén rész, bármint ő Perez-el szembe nyújt rossz teljesítményt. Hát most kerül, amibe kerül, nekünk itt most menni kell. Ez a Vettel próbálja okont legyűrni. Jó lenne most már.
Talán most látunk egy kettős előzést, mint a két pilótánktól, egy-egy. És most meg ez a Vettel beküldi a belső évre Okont, kívülről megpróbál elmenni. Alonso Bottas Russell közben. És Vettel kívülről, most már belülről, abszolút jövedelmező víven. Az úgy meg lehet Vettelnek. Nem, hogy meg lehet, meg is van. Ebben Alonso operál kívülről. Óriási kalamajka van. Aston Martin with a great play there. They've moved up a place. Nem bírjuk megelőzni Bottast. Hát ez nagyon rossz nekünk. Nem bírjuk megelőzni oda. Na most kívülről hármas szektorba előzni, hát ez hogyan? Ez szinte lehetetlenség. Legalábbis itt a hármas szektor technikás részén, hát ez szinte esélytelen. A Vettelt egy kicsikét lenyugtatjuk. Szerintem egy kellemes, agresszív tempó bőven elegendő ahhoz, hogy itt tudjon menni Alonsoval. Nem kell teljesen megvadulni. A Bottas megelőzi nagyon könnyedén Russellt. Alonso meg hát ezt konkrétan páholyból nézhette. Kapi. Hát ez szomorú. Az az igazság. Gyorsan tartalékoljunk Vettellel. Megpróbáljuk monitorozni az idő eredményét Vettelnek. Looks like Aston Martin have gained the race position. Kettőt előz! Na végre, Tata, na végre! És most akkor lehet elhúzni te, mint az állat. Tessék benni, Gászlival, tessék benni, gyerünk! Kopi. Fú, az a kopi, az még mindig nagyon tüzes. Jó, még egy picike tartalékolás menjen itt a hármasban. 8-10-re van Russell, Alonso nyúlik el. Ha meg lenne Gászi, gyerekek, sírva fakadok az örömtől, az biztos. You can stop lift and coast. Yeah, okay. Egy egész nyolc Alonso, te jó Isten, megelőzi Russell. Hát ez, nem bírjuk lehagyni Russellt, menj már. Hamilton Gászli nagyon komolyat vív. Currently P7. Vettellel indítunk egy támadást. Alonso ismét hetedik helyen, Russell előtt. 1,2-re vagyunk Gászlitól. Alonso most nagyon szépen elnyúlott. Vagy elnyúlt. Kívülről Vettel. Bottas mellett. Az nem létezik. Az. És megcsinálja. Sebastian Vettel. Uram, atyám. Előz. Többenet! Hát ilyen melyik Vettel montásban lát az ember, ugye? De ez az Vettel! Így van Vettel! Atya világ! A zseni! A világ klasszis! Döbbenet! Can use energy. Use energy. You can use energy. Bajban Vettel. Copy. Nagy bajban. Gászli megelőzte Hamilton. Currently P9. Mi? Russell. Alonso was. It's a race position gained for Mercedes. Az a helyzet most, hogy most direkt úgy megyünk Alonsoval, hogy ami a csövön kifér, kérem. És ennyi. Hetedik helyen ott vagyunk, és... Nem tudjuk utolérni Hamiltont. Képtelenség.
Sajnos. Na most Vettel! Meg kell lennie, meg kell lennie, előzd már meg! Nem jó, nem jó, nem jó. Valamit pedig ki kéne találni sürgősen Alonsoval. 1,5-re vagyunk megint Gasly-val szembe. De nem elég, most itt elhúz Landy, nem rossz ez. Ha valahogy sikerülne utolérni. Na most 1,1! Egy másodpercen belül! Atyavilág! És nincs DRS. És nem lett, nem adta meg. Az érzékelési pontnál. Hát az a célzás ráfordítóban volt az egy másodperces távolság, sajnos. Jó, igazából, hogyha most nagyon-nagyon kergetjük az 5.-6. helyzetet, akkor el fog menni az az egész versenyünk a levesbe. Jó, szépen visszaállunk. Copy. Így. Elkezdünk egy kicsikét forrolni. Hát ha. Tehát eddig kitapostuk az autó lelkét. Amúgy ennyire durva gumikopást még egyszer sem tapasztaltam ebben a játékban. Ez a lánygumi, ezen a pályán. Hát ez halálos. Nagyon durva. Ja, Jóci. Hát szerencséd van, igen. Pörgünk ezerrel bizony. Vettet közben megelőzi Bottas. Nincs probléma. Anything I can do? Semmi. Tuguljál, koncentráljál. Ennyit tudsz tenni, fiacskám. Stay cool, man. You're doing a good job. Egy 20. körig szerintem el tudunk menni Alonsoval. Az per kb. Most valahogy az öregek kéne lekövetni Russellt. Ah, persze, szabotáljuk Vettelt. Igen, 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 igen. Hát na, csak a szokásos. Vettelt csak nem előzi meg Okon. Jó, szép. Russell tempóját kell tovább vinni. Esetleg majd egy olyat lehetne megpróbálni Alonsoval, hogy... Hát nem tudom mit. Volt egy gondolat, hogy rátartalékolunk, megelőzzük Russellt, és akkor valahogy lefaragjuk a hátrányunkat, ami addig felépül Russellékkal szembe, de hát nem áll túl kényesen a szélánk, tehát ebben nem tudom, hogy lesz előkelő pozíció. Lehet, hogy ki kéne próbálni most kivételesen a kettő kiállásos stratégiát. Mert most ugye mindenki egy kiálláson lesz. Lehet, hogy az most hatékony lenne? Nem hiszek ebbe most. Nem. Az erős újratöltés is eléggé rossz. Lehet, hogy Alonsoval nem is kéne itt nyomulni, nem? Mi a szarnak? Tehát most minden rászer mögött leszünk mi. Most megpróbálunk egy ilyen normál szinten teljesíteni Vettellel szintúgy. All okay on fuel, so you can do what you want for speed. Aztán meglátjuk. Yeah. Gasly közben. Majdnem leszakadt Hamiltontól.
1,3. Urászel most valami talált? Illetve nem tudom. Zavaros. Kászival ott valami volt? Uram, atyám? Gazi. 39-0 előző kör, előző kettővel előző körben. Alonzót szépen meg is előzték. Öregem, normál vezetési stílussal. Nem bírunk úgy menni, ahogy akarunk. Akkor is már Vettel előtt van. Á, gyerekek. A bűnös életbe. Hát igen, 25 másodpercet vesz igénybe egy box kiállás. Nagyon sok. Rendkívül sok. Russell Bottas csata. Ez mondjuk lehet, hogy nem rossz. Igazából. Ha néha Bottas és Russell megy elől, oda-vissza megy a csere, cserebere, akkor lehet, hogy így tudjuk minimalizálni a veszteséget, a tempó veszteséget. Az 5.-6. helyezettel szemben. Többen Vettel feltöltötte magát korrekt módon. Loads of energy. Copy. Jó. Valamit ki kell találni. Újtani kéne az etapot. Tehát, hogyha 20 kört elmegyünk közepes gumikkal, úgyhogy azért nyomtuk neki elég szépen, akkor 30 kört csak elmegyünk közepessel. Hát de nem, akkor már kemény. Tehát azért már legyen már a tartalék, most ne centizgessünk így. Kell a tartalék. Én bízom abban a kemény gumiban, meg hát láthatjuk, hogy egyszerűen a gumik közti különbség az nincs. Hát szinte ez így... Most lehet, hogyha egy komolyabb autóval mennék, akkor lenne jobban. És lehet, hogy a mi autónk nem tudja megfelelő módon melegíteni ezeket a gumikat. Simán benne van. Borzasztó a közvetítés amúgy ezen a pályán, mint a való életben. Azt sem tudod, hogy hol járunk. Atya világ. Igen. Kilenc tizedre vagyunk Russelltől. Hát hogyan? Itt vagyunk a valagába. Hát ez hogy? Rosszat mutat. Vettel meg tök jól el van itt. Csatázgat Joe-val. Jó van. Hát vitorlázgassál aranyapám. Ennyi a dolgod. Nem kezd túl gondolni. Na, időközben Hamilton és Gasly elvívelődnek egymással. Na ez a baj egyébként az ilyen pályákkal, hogy ahol tényleg egy kiállás a meta, ott nem igazán lehet taktikázni. Majd a következő pályán, a Magyar Nagydíjon, majd ott lehet taktikázni szerintem elég jól. Ott szerintem majd beáldozunk egy Vettelt. Hát az a pálya alkalmas arra, hogy valakit te nagyon föltartsál, hogyha akarod. Mert ott azért nem egyszerű előzni. Mi a kirítóban? Jól vagyok, köszönöm kérdésed, kiválóan. Remélem, hogy te is. Igen, Hamilton Gasly nagyon le van maradva, brutál módon. Sajnálatos módon. Megpróbálom kicsikét óvni a gumikat Andyval. Újságosan rajta vagyunk Bottason szerintem. Nem kell ez. Fölös.
hogy Fettel is egy kicsikét óvni kéne a gumikat. Jó, mindegy. Ennél jobban nem vehetünk vissza. Tempóból. Óóó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 
Alonso mellé. Yeah, man. I don't have that face. Aj, Nandi! Nandi! Ajja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 jj
végét. Nyug a vér, Csikánó. Nem kell izgulni. Csak szép nyugodtan. Szerény? Igen? Voltunk szerények? Hát de nincs mire. Nem hiszem, hogy szerény voltam. Ezek a cikádások. Hajmeresztő. Mennek itt az ijeszgetések. Egyébként most van egy kiváló hátvédünk Vettel személyében. Ezt a lágyas etapot el kell nyújtani minél jobban. Be kell érni a hetedik helyen, azt kell mondjam. Hát igazából annyira azért nem kell beérni, mert ki tudja, hogy ez hogyan fog majd kinézni. Keressék el majd egy olyan... Ezt valahogy okosan kitaktikázzuk még. Megpróbálunk egy alávágást. Megpróbáljuk ezeket a mugikat megelőzni, valahogy okosan. Arra kellene rájönnünk, hogy most mekkora tempó kellene ahhoz, és hány kört kellene kint maradnunk, hogy megfelelő pozícióra jöjjünk vissza. Várjál, jelenleg, hogyha én bejönnék a boxba, akkor mi történne? 19. helyre jönnék vissza. Az egy albon. Nem, utolsó hely. De mennyivel utolsó? Hát egy box kiállás az 25 másodperc. Tíz másodperces légüres tér lenne előttünk elvileg, ha jól számolom. Jó, jó a matek? Elvileg jó. Működnie kell ennek. Bomba matek. Úgyhogy szép nyugodtan itt megyünk. Megyegetünk. Még megyünk nyugodtan. Húzzunk csak az etapot. Van itt tartalék. És azt a tartalékot még olykor halmozzuk is. Közben a háttérbe. Visszállják a kollégák rendesen. Nézd meg, hát rajta vagyunk teljesen. Istenem. Meg vagytok húzatva teljesen. Közben 3 másodpercre nőtt az ellenfelek előnye. Akiket még valahogy jó lenne elkapni. Nem állunk rosszul. Továbbra is úgy gondolom. Most viszont lehet egy olyat csinálni, az ellenfelek helyében lennék, akkor hogyan taktikázni? Kemény gubikon vannak a riválisaink, hát ők nagyon sok kört fognak még menni. Na most akik mögé mi kijövünk, ők közepes gumikon vannak, tehát körülbelül a 23.-4. körbe fognak ők kijönni. Kasper 20 és 25 között. Oké, valahogy úgy kéne taktikázni akkor. Oké. Szia Laci. Szia Kecsú. Alonsoval szerintem ezt meg lehet oldani. Fettelen gondolkodom, hogy vele mit lehetne csinálni. Hogyan lehetne ebből kihozni a maximumot, mert ő is meg tudná előzni szerintem Okont, Russell Bottast. Simán. Az a probléma, hogy nem Fettelnél van a gumi előny.
back off. Yeah. Reggel Vettel nagyon gyors. Most nagyon gyorsan kiérzem, mert tolta le az előbb Alonsót. Beszorult Alonso, beszorult. Igen. De még kint kell tartani. Minél hosszabb ideig. Még van tartalék. Jó ez. Minél tovább maradunk most kint a következő etapban, annál több tartalék lesz majd a következő etapban. Annál jobban tudjuk majd nyomni. Igazából ennyi. Így van, 30%-nál van óriási gáz. Bukunk az első 6-hoz képest, így van, de nem sokat. Az még nem kritikus. Ez a 3 másodperces, ez azért most már körök óta stagnál. Szia Ronald, szervusz. Egészen jó. Minden úgy egész korrekt, tényleg. Próbáljuk meg egy picit agresszívabb gumispórolós stílust alkalmazni Alonsóval. Nem. Jó ez. Jó ez. Ne essünk már túlzásokba azért. Mindkét egyből kurvulni. Nem de? Gászi elvileg elszólta magát, hogy az Alpinnál folytatja jövőre. De hogyan? Hogyan szóltál el magát? Megy a gyilkolás kegyetlenül. Gyönyörű. Nagyon szép. Még egy kör van ebbe. Nagyon szép. Mi a boton? Nem az Tamás. Oké, kopi. Red Bull uralom, igen. Persze, jó fog menni nagyon szerintem. Hát hazai pályája szóval. Ilyenkor még inkább megvadul. Gondolom. Happy to push. Okay. Körönként legalább másfél-két másodpercet fogunk, hát legalább egy másfél szeket hozunk alkalom majd. Attól félek, hogyha nagyon hamar utolérjük őt, akkor ő tart majd. Hát kemény gumisokkal szembe. Nyugi, le majd nézd, nyugi! Jók vagyunk, papikám, jó van! Ez az! Nyugodjál meg, jó lesz minden. Igen. 8-10. Hús.
mutat a valahogy, ez bírt ki, légy szíves. Box, box. Copy, box, box. We good to push. Yeah, copy. Ez az, Dandy! No saving required. Okay. You can stop lifting coast. Okay, copy. Ferrari jót fog menni Monzába, az biztos. Jót fog menni, de teljesítmény az jó lesz, de eredmény, hát ki tudja. Full hülyék vannak, nem lehet tudni. Teljesen kiszámíthatatlan. Jó, Alonso azért ebből a gumiból most bőven kihozta a maximumot szerintem, bőven. They'll come to us. Okay. Na Vettel, most vele kell majd nagyot mennünk. Attack, okay, attack. Copy that. Lándi, ahogy kijön a boxból, gyerekek, erezzel a hajam. Copy. Mint aki öregem. Be van állva. Olyan, ez olyan kopi volt. Ott a légüres tér Alonsónak. Megpróbálunk gumiból és vezetés technikából előre jönni. De erre azt hagyjuk. Egyelőre azt hagyjuk. Jó, gyerünk Vettel. Nem tudom, hogy mi lenne most itt a helyes Vettellen. Jó, közben egy előzés. Nagyon szép, nagyon szép. Jajajaj, akkor visszamújik, de most jobb a kigyorsításunk talán ott az RS. Lopjuk a szélárnyékot Bottasról. Nagyon szép. Ez az, 9. hely. Rears a hot. Copy. Shut up! Hadd koncentráljon most Alonso. Aston Martin with a great play there. They've moved up a place. Meg kell állni, meg kell állni, meg kell állni, meg kell nyugodni. Drop back a bit. Verstappen box! Milyen kurán! Mi a szar? Ez két kiálláson van. Hát milyen gumikon volt ő? Közepes, és keményeket kap. Már is! Akkor közepes gumisok nagyon hamar fognak érkezni, ez nagyon jó hír. Mit jött Alonso? Hogy ez még nem... Mi ez? Több autó összetört egymást. Jézus már, nem áll, de nehogy már most legyen safety car. Az egyik Mercedes. Csak ne Vettel. Russell belerongyolt Bottasba, ezzel kettő pilóta mínusz. Na hát ez nem jó ez. Ez nagyon nem jó, gyerekek. Hogy várjál? Használjuk ki a bugot. Hová van. Elvileg ezt ki lehet használni. Elvileg. Virtual safe. No DRS. Lehet, hogy feltelebe kéne jönni a boxba? Kihasználni? Ez egy ingyen kerék csere lehet akár. Így van. Yeah, take it easy. Box, copy. Box. Autója nem sérül, tökéletes. Box. Vinnél már el innen?
5 egész hétre van Alonso Albontól. Ez a különbség vajon mennyire fog változni? Jó, így hagyom. Szerintem jól járunk ezzel. Hogyha szétcsapjuk. Vettellel is nyomjuk. Az. Russell túlélte a balesetet? Mi a szar? VSC. Ez amúgy Alonsonak a lehető legrosszabb kor jött. Kíváncsi vagyok, hogy erre a többiek mit reagálnak. Leclerc box. Igen. Hát, nagyon nem jó. Gasly is boxol. Öregem, ezt a bal szerencsét. Russell is box, mindenki box. Bastion pit lane. Copy. Just pit limiter, just a reminder on pit limiter. Na, VSC-t mindjárt kikapcsolják. Mindenki box. Virtual safety car engine. Jézusom! Hát ez mennyire rossz már! Vagy! Landi! Óriási! Nem rossz ez! De hát, hogy Vettel képes Gasly mennyire el van húzva. Isten. Nem az! Tudja a dolgát. Szép volt. Szép volt. Igazából most lehet csapatni. Mégis ja. Nyomja. Gyerünk. Petter, tárkozzál már föl, légy szíves. Használd, ez nem kívánságműsor, használni kell. Hamilton meg lehet még. Egyértelműen meg lehet Hamilton. Jelenleg nincs meg, de meg lehet. Így van, meg lehet. Csodálom, hogy ő nem jött ki. Hát ez egy ilyen 5.-6. hely meg lett, szerintem így. Az úgy egész jó lenne, nem? Korrektül hangzik. Egy másodpercen belül vagyunk fettelen. Nagyon jó. Na. Szuper. A terv a következő. Hát a DRS? Nincs DRS. Király. A leggyorsabb kör Alonsoé jelenleg. 37.251. Hat másodpercet kapott Hamilton. Szerintem ezzel most nem foglalkozunk. Ezzel a kopással 3%-ot kopik. Nem fogja kibírni. De nem is kell kibírnia ezzel a tempóval. Elég nekünk elvenni. Elég nekünk egy 6-7 kört venni még így ezzel a tempóval, utána pedig szépen visszaveszünk. Itt most az a lényeg, hogy DRS-sel oda-vissza előzgessék egymást a versenyzőink. Húzzuk egymást. És Hamilton így meg lesz. 1000%. 37-2. Lajoska 38-2-t jött most. Nagyon szép. Kapott tőlünk most. Elég jó. Eléggé. Nézzük ezt a kört. Harminchét öt.
Hamilton kapott megint 7 tizedet. Kiváló. Vettel pedig hát öregem alig bír ott lenni Alonso sarkában. Andy bődületesen nagyot megy. Gasly teljesen légüres térben. És nem működik az a taktika, hogy oda-vissza előzgetik egymást a pilóták, mert hogy ezt kivesszük. Mi fog történni? Mert annyira messze van, hogy nem tud megérkezni Vettel. Nézd meg, hát de várjál, nincs DRS, azért nem tud megjönni, baszki. De miért nincs DRS? Mire várnak a toronyba? Három körig kiveszik a DRS-t? Ja, jó, köszi. Na most, oké, engedélyezve van. Szuper! Halleluja! Na innentől kezdve leszünk hipergyorsak. Kettő kiállás? Nem. Egy. Szigorúan egy. Here's the replay. De miért? De miért vagy idióta? Going wide like that could cost them. Oh, várom a kifogásokat ismét, sok szeretettel. Istenem. And it may have really hurt their overall chances. Get the tires down now. Okay. Csupán 4 másodpercet buktunk ezzel Vettellel. Ja, Nándi turbulens levegője. igen. Aha. Rálegyezett, aha, igen, jó. Köszi. Még valami? Oldalszelet kapott. Köszönöm szépen. Na hát ez így jelenleg jó. Így jelenleg megvan Hamilton Alonsoval. Hát azért nagyon necces. Vettel meg. Alonsoval meg lesz az 5. hely, Vettel 7. 5.-7. hely. Nem rossz végül is. Egészen elfogadható. Az az érdekes, hogy Alonso ezzel a tempóval Gaslyval szemben is, öregem, körönként 4 tizedet lefarag a hátrányából. Nem rossz az. Mehet Domi, igen. Én most ebbe belepörgetek szerintem. Hát most így mindenünk megvan, nem? Teljesen jók vagyunk. Minden rendben. Várni kell arra tényleg, hogy Hamilton mikor méltóztatni kijönni. Mert te nem marad jövőre. Hot. 37-8, 37-9, 37-9. Unandi. Apukám! Repülünk! Tata, repülünk! Jó, egy kicsikét vegyünk vissza. Kíváncsi leszek, hogy a következő körben mit fog így menni most az öreg. Oké. Okay. Nem is rossz. Hát ilyen tempóval is. Így tudunk menni. Nagyon király. Akkor ez így marad. És akkor így... forrolunk a gumival. Egyértelműen.
Hát azért mondjuk ezzel a kopással is a verseny... Hoppá! Hamilton ködbe box. Van ezzel a kopással is a verseny vége elég necces lesz, de van egy ötletem. Meghúzzuk azt, amit kapuban látunk. Mégpedig azt, hogy Hamiltonnal az utolsó körig elmegyünk majd, és ott akkor valamikor megelőzzük majd. Hamiltonnal végeztek. Alonso 12-es, 11-es, 10-es számmal érkezik. Ó, bőven elmegyünk Randyval, bőven. Ott megyünk el Alonsoval. Bőven. És most fordul be Alonso az 1-es kanyarba. Gyönyörű. Tata. A jó édes anyádat. Nagyon szépet mentél. Ezt így kell. Bomba. Safe fuel. Copy. Hogy tudod mit öreg? Gabriel? No saving required. Oké. Okay. Nagyon éli. Na, aki még jön ki előlünk, Joe, aki most blokkolt egyet, Joe, Magnussen, Ocon. Ja, a 6.-8. hely. Ez a reális végkitűzés számunkra szerintem. Alonso, de kibírja, persze. Persze. Há, hogyne. Muszáj kibírja. De majd, mondom, van ötlet erre. A megoldás. Egy egész egyre van Vettel. Nem itt ont. Ah, nem. Átvert megint az a hülye kijelző. Össze-vissza írja az időket. Mi van veled? Most már jó. Viszont Vettel? Na, ő bajban van. Ő egyértelműen bajban van. Viszont a fogyasztásunk, hát ez őrült nagy. Na mindegy. Kicsikét óvjuk a gumit. Yeah, take it easy. Úgy gondolom, hogy most jelenleg itt tartunk. Egy napszemüveget, rúgjél gázt padlóig, rúgjél a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Az érzés, mikor első órában az osztályfőnököd egy süttyú paraszton mérgelődik, aki iskolába menet felverte rá a vizet és szétáltatta, majd rájössz, hogy te voltál az. Felbecsülhetetlen. Nézi Galonzo MRG-jét az autó. Uram, atyám! Ó, Willy bácsi! Miket műveltél te? Nem szabad! Jaj! Hát ez hogy sikerült összehozni? Nagy gázzal elmentél mellette, vagy mi? Jó tetted. Fiatalanság, bolondság. Köszönöm neked a 14. hónapot. Á, nem bonyolult a más. Hintem nem az. Úgyhogy bátran, nyugodtan, nyomjad. Elvileg mind a két pilótával megvagyunk. Itt rápörgetünk. Szép fokozatosan így ezzel a tempóval utolér majd bennünket Hamilton. Ez nem probléma. Egyes szektorban sárga zászló. Hogy ki lehetett az. Vettel! De mer, hogy miért? Ne legyél már megint idióta. Az a helyzet, hogy Ocon, Magnussen, Joe lánygumikat fog kapni a végén. Willy,
hanyzolni akartál, aztán visszafelesültél, jó van. Ajaj. Még gyanítom, hogy lapítottál rendesen, akkor rólad volt szó. Lehet, hogy csak eljátszotta, hogy... hogy tudja, hogy nem te voltál. Mi van akkor? És lehet, hogy majd évközben meg mindig sunyiban beírkálgatja neked az egyeseket. Hétről hétre. Na, erre meg nem gondoltál, ugye? Hát tudom én. Én sem gondoltam volna. A PC-ben van kamera. Az hogyan tehetik meg? Így oda? Az illegális. Hát az mindenhol tiltott szerintem, hát én... Jézus, az nagyon gáz. Úristen. Hát én nem tudom, hogy ott mit éreznek. Toronyba, de biztos, hogy nem jót. Na! Megérkeztünk Joe mögé. Aki szerintem még így félgőzzel is meg fogunk előzni. Az üzemanyag hatékonyság egészen döbbenetesen jó. Hát nem fogy a nafta. Hát toljuk neki, és... közben ez így... nem érződik. Hát elvileg... folyni kellene az üzemanyagnak kifele a tankból, és nem történik semmi. Ha most ebben a körben tudja, hogy lassabbak voltunk Joe-nál. Ő amúgy meddig akar még itt eszetlenkedni? Most már azért meg kéne előzni Tata, nem? Doing a good job, keep pushing. Randy. Push a bit more. Copy. Öregem. Konkrétan egy másodperccel lassabb állunk körönként, ha jól láttam. Hát... volt olyan kör. Maradjunk annyiban. Szép! A végre, ez egy férfias megmozdulás volt. Nagyon szép. Jól van, ügyes gyerek vagy. Aslitan. Jól van. És akkor húzzuk magunkat szépen csókot. Jól van, így kell. Looks like Aston Martin have just gained a race position. Már nem így van? Biztonság és dohányzás ellenőrzés miatt megtehetik? Aha. Jó, de is érthető. Ilyen téren, mert botán, hogy mit művelnek a mellékenységekben régebben is. Én magam is egyébként benne voltam ezekbe. Hát hagyták. Én meg ugye fiatalság, bolondság címszó alatt meg hát ezeket kihasználtam. Hát ez nem jó. És ez most már így jó. Vigyázzak a rendre. Tehát mindig nem lehet odaállítani valakit. Hogy őrjáratozzon a X tanár a mellékenység előtt. Na. Hamilton 1,7-re van. Alonzótól. Muszáj amúgy tartalékolnunk, tehát magunkra húzzuk ezzel Hamilton, de muszáj. Mert különben halott gumival nagyon nehezen fogjuk lehozni azt a hatodik pozíciót. Lányot kaptak egyébként, Ocon, Magnussen, Joe. De hát nekik túl sok keresni valójuk nem igen lesz. Ja, ha csak a tetejét veszi, akkor hogyan látja, hogy ki van bent? Hát igen. Ricardo. Mercedes-nél mi tartalék versenyző? Iha.
Aszta, az kellemetlen. Húha! Hamilton! Hibázott! Azt a mocskos! Na ez nagyon jó. Oké. Az nagyon jó. Hát egy kicsit lemaradtam róla, azt sem tudtam, hogy hirtelen mi legyen. Na akkor kicsit tartalékolgatunk Andyval. Nagyon szuper! Sőt, annyira szuper, hogy álljál meg! Fettellel itt a remek alkalom! So we just need to push now, but tires are happy to push. Utolérjük Hamiltont. Hát most Fettellel fogjuk azt csinálni, amit Alonsoval akartam. Use energy if you need it, use energy. Copy. Jelennie. Amint megvan a DRS, megnyugodhatunk. Szóval kezdve tartalékolunk szépen okosan. Copy. Gumi. Még itt volt, hogy 1%-ot kapott. 1,2. Na jó, 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 ott megy Fettel. Jó lesz ez. Egy másodpercen belül vagyunk, egyenesben nagyot pész, jól van. Így tovább, fiacskám. Kilenc tized. Gyönyörű. Drop back a bit. Ennyi, megvan a DRS. Copy. Adhatjuk. Ezt tartani kell csupán. Mert a farmolás, RS farm. Kicsit beijesztünk neki. Ott a lila utolsó szektor, leggyorsabb kör. 35-7-22-vel Fettel megfutja a verseny leggyorsabb körét. Hoppá, hoppá. Konkrétan Fettel olyan kört ment. Oké, okay, hát Alonso egyéni leggyorsabb körét 1,2 tizeddel überelte. Hatékony a DRS. Mi van akkor, hogyha elkezd esni az eső? Hát akkor... akkor pánik van. Elkezdünk pánikolni. Átlagos Fettel tempó. Igen, igen. Save fuel. Copy. Nekem alig óvja a gumikat a lózó. Fettel tartja? Tartja, jó van. Harmolni kell az RS-t. 100%-ra föl kell vinni. Ez amúgy óriási zicser, kérem szépen. Nagyon nagy. Tényleg. Hát ez... ahogy megvan az RS, onnantól kezdve a gumit óvunk. Elvileg. Három a szektorban sárga, valami volt ott. Looks like there's been a lockup. Bottas hibázott. Hát valahogy ezen a hétvégén nagyon jó megy Gasly, nem tudom, hogy miért. Ja, elég durva. Hát a Silverstone-ban most estek ki négyen, 0%-os gumi miatt. Ez hogyan? És az hányadik körbe volt? Tehát, hogy megpróbáltak, érezhető volt, hogy a játék azt akarja, hogy megkockáztas. Tehát, hogy azt akarta a játék, mondjuk így érzékeltetni veled, hogy ők megkockáztatták azt, hogy elmennek a végéig az adott gumival, és nem jött össze, aztán 0%-os lett végül? Vagy ez csak egy szimpla bug szerinted? Alonsónak is volt hazai pályája, ugye spanyol nagydés, és tudod, hogy mégsem érződött tőle, érdekes módon. Egy napszemüveget, rúgj ki a gázt padlóig, rúgj ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod.
Andris, nagyon szépen köszönöm neked a feliratkozást. Állás köszönetem. Üdvözöllek. 37. Épp hogy meg lesz a gumi a végére talán. Épp hogy. We think we can lean on the tires more. Okay, copy. Got loads of energy. Yeah, copy. No saving required. Copy. Hát Alonsoval most elkezdtük egy kicsikét nyomni. Hát remélem, hogy az előnyünkre válik. Vettelnek jobb állapotúak a gumiai egy hangyányival. Copy. Próbálok annyit menni Vettelen, amennyit nagyon muszáj. Lehet, hogy legjobb állapotú rendszerrel érkezünk meg. Nem mint orra majd az utolsó körökre. Hát Alonso meg... Ha. Körönként, ha 2%-os kopásra számolunk, akkor 30%-os lesz majd. Hát ez nagyon nem jó. Nagyon nem jó. Tehát Hamilton megforgása jó volt nekünk, időt nyert. És ennyi. Tehát nem tudtuk annyira hatékonyan tölteni az időt. Hát mindegy, itt most nem lepődnék meg azon, hogyha esetleg Vettel megelőzi Alonsót. Jó, mondjuk ez rajtam is múlik persze. Lehet, hogy hagyom majd neki. Benne van a pakliban igazság szerint. Nem érne? So Sebastian, we are all okay on fuel, all okay on fuel. So you can do what you want for speed. Copy. Mi a drogó? Hús, kacok. Hát ez nem néz ki jól. Abba a tartományba pont bele fogunk nézni a lódóval, amiben nagyon nem kéne. Alonso jelenleg olyan tempót megy, mint amilyet Hamilton. Izgalmas véghajrának nézünk elébe. Ja, és picikét jobb állapotú gumija Vettelnek. Safety car? Ja, az jó jönne. Igen, igen, igen. Végül is, ha így nézzük Ragnar, akkor valóban. De hát Alonso, nem is tudom, vagy 10 körön keresztül forrulós üzemmódba ment. Ha Hamilton odaér, azon gondolkodom, hogy próbálj meg úgy védekezni Andyval, hogy esetleg már most elhúzunk. Energy if you need it.
Okay, copy. Picikét használja az RS-t. Jó tartja, így van Márquez. Kettő százalékkal jobbak a gumijai Fettelnek. Hát ennyit számít öregem a spórolás tényleg. Nagyon-nagyon tartok attól a utolsó résztől. 1,7. Egész 8. Hogy előzzük meg Fettelen Hamiltont? És tartsuk fel? Idő az van rá? Megpróbáljuk. Megpróbáljuk. Alonzónak időt nyerünk. Igen. Ez jó. Ez jó. You can stop lift and coast. Ez jó. Ez jó. Mert hogyha nem jön ez be, és megelőz egyből Hamilton, akkor van tartalékunk, tehát össze tudjuk magunkat szedni RS-be. A gumit nem akarom följebb inni. Extrém lassítás kellene. Jöjjön ez össze, basszus. Nagyon-nagyon jó lenne. Ott is van. Hú, óriási. Mi? De hol a DRS? Ez most mi a szar? Miért nem volt DRS-ünk? Gyönyörű előzés ettől függetlenül. Fetteltől. Hol a DRS? Hát most ez mi a szar volt? És akkor most menjen el Fettel. Nagyon működik. Jujj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 
működik. Ez nagyon jó. Összes erre se elmegy Fettelnek. De csúnya vagy, Fettel. Jó, gyerekek. Ajajajajajajajaj. Azt a mocskos. A legenda. A legenda. Annyi. A legenda. A legenda. Nézd oda. Éj, Lajoska mit kap, gyerekek! Oda néz, és most se tud elmenni, az nem létezik. Na jó, azért ez mondjuk Hamilton a nézve elég nagy szégyen. Ez kicsikét túlspilázta, Lajoska. És úgy megyünk Fettellel így, hogy... Hát, hogy... Erre is tartalékolunk most már. Alonso meg hát gumit. Nagyon nagy vagy, Dándi. Várjál, inkább így mennyi. Vagy mit tudom én, hogy mennyi. Így mennyi, ja. Így. Oké. Okay. 3.5 másodperc. Csak mondom. Pick up the pace a bit. Yeah. A győztes taktika. Gondolom most sem Alonso hihetetlen jó teljesítmény lesz kiemelve, hanem ó, hát Fettel. Hát ha ő nem védekezik így, akkor mi le... Én inkább eszek. Addig sem mondok hülyeségeket. Focus on the last six laps.
Hát tartalékolva! Tartalékolva van ott! Megőrülök! Megőrülök, hát ilyen nincs! A bolondját járatja a Hamiltonnal Vettel. Konkrétan. Hát igen, jó lenne ilyenkor belehallgatni a Mercedes-nek a rádiódásába. Very dangerous, my friend. Very dangerous, odalész. Mi van Lajoska, nem ér le a lábad? Júj, nagyon nyögvenyelő ez, amit művesz. Öregem, szégyen. Gyerekek. Vettel el a végén, még lesz tartalékunk, azt megfutjuk a leggyorsabb kör. Mi a szar ez? This space is dangerous, man. Igen. Ez nagyon-nagyon hatékony, gyerekeket. Ez a meta. Jó ég. Ez nagyon beteg. Nem tudom, hogy hogyan tudja így csinálni, hát ez őrület. Azért nem mindig jön ám be így. Most szerintem el fog menni Lajoska. 6 másodperces előnye van. Andinak fette leszembe. 6! Gyerekek, 6! Safe fuel. Na most elmegy, nem baj, menjen. Nem baj, visszaelőzzük szerintem. Most tartalékolunk szépen okosan. P8. Ennyi. Andival meg szépen sétakocsikázgatunk ott a 6. helyen. És ennyi. Kell lenni több? Ugye, hogy nem? Na, robban a DRS. 8/10. És jövünk, és jövünk. Nagyon jó, nagyon jó. Hát ez Vettel verseny egyébként, ezt el kell ismerni. Tehát Andy azért nem akármit mentett, tehát 14. helyről jött föl. Azért nem egyszerű 14-ről följönni 6. helyre. De kellett ide nagyon komoly teperés. Négy kör. Az nagyon sok. Az rendkívül sok. Az nagyon-nagyon sok. Mi az, hogy 4 kör? Hát Alonsoval, gyerekek, most kell leinteni a versenyt. Nem fogunk tudni elmenni a végéig. A defektünk lesz. Vettel-e vissza kell venni sürgősen. Kapitán. Hát mert idióták, de botkai. Ilyen egyszerű. Nincs erre normális magyarázat. Én próbálkoztam, keresgéltem éveken keresztül, nem jöttem rá, nem találtam meg. Ha te esetleg megtalálod, szólj! Hát, ja, volt egy Vettel hiba korábban, jó, hát volt Hamiltontól is egy hiba, kiegészítették egymást, nem rossz edély szerintem, rendben van. Hellerin 1 éves szerződést írt alá Barszával, óriási hír. Nagyon jó, alig várom a következő meccsen, hogyan fog játszani, remélem, hogy fog. Remélem, hogy jó játszik majd, nem tudom, hogy ő most milyen. Yellow ahead. Okor, megforgott. Kopi. Be 3 to go. Ja, azért itt Alonso az utolsó
egy-két körben picit meghúzta. Mármint a spórolást az így oda tette rendesen. Fettele meg lassan előzni kéne, nem? Résen kell lenni. Nehogy itt aztán túlságosan a végére hagyjuk. Na lépjünk oda, gyerünk. Reméltan egyre közelebb. Alonsoval pont annyit menjünk, amelyet muszáj. Nem probléma ez. Ezzel gond. És a következő kör lesz az utolsó? Nem. Nem, így van, még kettő. Jó. Ezen kívül kettő kör. Az úgy teljesen jó szerintem. Hát a gumi viszont meg fog halni. Az biztos. És öregem megint Hamilton bedurult itt a végén, de nem eléggé? Megint nincsen DRS. Ez mi? Itt miért nincsen DRS ebbe a célegyenesbe? Ez... Senki nem érti, hogy miért. Nem korrekt. Hát itt a való életben van. Én úgy emlékszem. Hát na, amúgy igen, szép. Szép volt. Hajrá, mehetsz tovább. Utolsó körét kezdi Leclerc ebben a pillanatban. Hát tudod, hogy magasan vezeti Leclerc a versenyt. Az a helyre. Ha. És elmegy? De. Race position gained for a Mercedes. No saving required. Understood. Used energy. Copy. Hú, gyerekek. Ez így elég necces lesz. Hát itt most már egy ilyen... De mindegy alapon megy az atakmód. Last lap. Kívülről körbeautózza Vettel Hamilton. Mint szódás a lovát. Az szép volt akkor. Öregem, van egy egyenesünk, aztán csók. Na nézzük csak. Aston Martin with a great play there. They've moved up. Andy közve zöld első szektor. És föltekertünk mindent. Te lehet tudni. Hát ha. Gyorsabb kör. Leclerc közben nyer. Gyönyörű. Vettel nagyon jó tartja. Push now. Kapi. Gyerünk, Nandi, szúrjad! Középső szektorban mit jön az öreg? Ó, sárga, ajaj. Hát ott már halálán van a gumi. Hát ez 9 centiben a... Ez egy elég fájdalmas centizgetés volt. De megérte? Kétség kívül. Need a charger. Copy. Do what you can to keep the tires cool. Okay. Let's check his flag. Gyönyörű. Hatodik, hetedik hely. Gyönyörű. Okay, let's move from here. Well done, guys. Well done, guys. Gyönyörű, Andy. Well done. As you get. Take the pickup. Szép. Check it flag. Check nagyon szép, flag. Nagyon szép, nagyon szép. Car was great this afternoon, thank you. Brilliant.
Brilliant. Vettertől se hallottam még ilyet. Uram, atyám. Szép volt, Vettel, maradjunk már. Copy that, just take all the pickup. Óriási öröm van a garázsban. What a flawless weekend here from Fernando Alonso. His team must be proud. Őrült nagy. Andy, csap föl a sisakról stét, kösz. Aston Martin ez demonstrated az. That they can go very far indeed. If you say success breeds success, and I'm sure the team will be hoping that holds true. And after this result, the team is fourth in the constructor standing. Next round, we're moving on to an exhilarating circuit. Formula One will be taking to the Hungaroring for the Hungarian Grand Prix. Jó. Na, hát Leclerc igazából kettős Ferrari siker. A leggyorsabb körtől Alonsoval hát egy 6 tizeddel maradtunk el. Mi majdnem 7. Ez nagyon szép volt. Az, amit Vettel csinált, nagyon jó volt. Ez rendkívüli módon kellett nekünk. Nagyon durvá. 12 versenyből 9-et fejeztek be pilótáink. De nem! Aj, úristen! GG Vettel! Mi? Milyen Vettel? Adjuk már, te jó ég! Alonso egyszerűen klasszis teljesítmény nyújtott. Azt is, zseni. Isten. Isten volt. Az volt, kész. 5.700.000? Jó ég, na ennyi pénzt még tényleg nem kaptunk egy hétvége alatt. Szép. Spielberg. Montreal. Hát igen, ott az mellé ment. Tehát arról nem tehettünk, tehát hogy... Könyörgöm, hát. Ja, örülnek, örülnek, nagyon örülnek. Érthető, hát baszki, olyan teljesítményt lerakunk az asztalra. Fúúúú.